Degeneráltak vagytok, vagy csak tetetiketek amúgy? Degeneráltak vagytok, vagy csak tetetiketek amúgy? Degeneráltak vagytok, vagy csak tetetiketek amúgy? Hello! 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 Degeneráltak vagytok, vagy csak tetetiketek amúgy? Hello! 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 Degeneráltak vagytok, vagy... Hello! Csak tetetiketek amúgy. Hello! 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 Jó, kihelóztam magam. Hello! Sziasztok, barátaim! Sepsi Károly vagyok. Fogkrémtenyésztő és kisállatsimogató. Jó napot kívánok! Hétfő van. Milyen nap is van? Csütörtök van. Jó napot kívánok. Sziasztok, barátaim. Hello. 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 Na jó. Mi nem teketítettünk semmit. Mi degeneráltak vagyunk büszkén. Mi lesz ma? Ma elkezdjük a handling nerfeket a kocsikon. Hivatalosan elkezdjük. Ez az első nap. Úgy döntöttem, hogy előttetek fogom csinálni a 2%-át. És elmélkedünk a történéseken. Az adatbázis lementettem kétszer is, úgyhogy bármi baj történik, megvan a régi is, és itt lesz az új. Ezt itt mind meg kell csinálnunk, az összes létező autót, beleértve a rendvédelmit is. Hát ez egy... Ez egy emberes meló lesz, azt kell mondjam. Hogyha szerencsénk van, csak egy értéket kell állítgatnunk. Hogyha nincs szerencsénk, akkor elég sokat. Mellenézek az elsőbe, és megmondom nektek, hogy mennyit kell állítani rajta. Hát sokat. Geci. Sokat. Az összes autót le kell vennem, és a flat level-t fogom lehúzni. Ez egy ember, ennyi autóról lehet itt most szó. Hadd nézzem, csak mindjárt mondok nektek egy számot. Mindjárt mondok nektek egy számot. Azt mondja, hogy 301 mappa. Az körülbelül itt most 301 autót jelent. Abba benne van a lootbox és minden egyéb, ami valójában a valós szám körülbelül 800 lehet, mert ugye ezek mappákon belüli mappák is vannak. Tehát itt van például még több autó, ebben van 33 autó. Itt vannak a lootboxot, csak a Benya mappájában van még itt 59 autó. Van itt ez a véres lootbox, nem ez a motor lett volna, hogyha valaha létrejött volna, ebbe 18 van, ezek a kocsik, itt a véres láda, ebbe 26 autó van. Maga a véres mappa, ahol egy embertelen mennyiségű autó lesz még. Itt van 333 autó csak a saját mappámba. Hát igen, ez egy hosszadalmas folyamat lesz. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Megnézem a top listát. Azt mondja, hogy... hát keszi. Nem mutatja jól, de amúgy... Ja. Mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ak vagyunk, ha jól látom. Igen, AR 327, Revolution 239, RPRP 198, Nerdwise 164.
Csodálatos Budapest. 148, és Horizon Roleplay pedig 149. Galaxy RP 113, VLS 95. Fekete Város pedig 88. Mondjuk amúgy az a legkomolyabb, ez a Fekete Város még funkcionál. Copter Militarin ki van írva, hogy Global UB. Aki esetleg nem lett informálva, akkor itt most örülök, hogyha én elmondhatom, hogy a Copter Militari nevű szerveren Global UB volt. Nem tudom ez mit jelent itt a Copter Militarisoknak, de a Copter Militari most nyír, de már Global UB van, tehát effektíve mindenkinek csak ajánlani tudom a jó öreg Copter Militarit. Na menjünk fel a mi Copter Militari szerverünkre. Nincs AC, honnan tudod? Heavy, fölmentél, letesztelted az anti-cheatet? Mint nálunk itt tegnap a csávó? Neked is úgy sikerült, mint a tegnapi csávónak? Copter Militari kírek, hogy globálul mindenki UB és nem lettem UB-zva? Sajnálom se az amusz amúgy. Vannak erre emberek, akik tesztelik? Húha! Húha! Úristen, gyerekeket dugjátok el! Jetsi! Copter Militari! Úristen! Copteren 9 évesek az adminok? Nem is kell lennie több! Nem is kell lennie több! Üdvözöllek, Patrik! Két napján, hogy meghalljam ezt a zenét? Melyiket? Ezt? Ami nálam megy? Vagy a Copter? Ja, let's get down! On the business. Mama, please don't worry about me. Szerintem nem veszítesz semmit azzal, hogyha nem hallod ezt a csodálatos zenét. Ezt a 3 éve szóló zenét. Semmit nem veszítesz vele, ha... Miért tölt ilyen sokáig amúgy? Let's get down. Ilyenkor már rég be kéne tölteni, eget. Na most tölti a Collision-t, jó. Collision! Hú, basszus, de jó újra a városba lenni. Úristen, de örülök neki, hogy újra itt lehetek fönn a Horizon városába, a világ legjobb RP szerverén, a világ legjobb emberei között. Istenem, de vártam újra ezt a helyet. De jó is itt lenni, rögtön az LSPD mellett. Köszönök is nekik, hogy sziasztok, testvéreim. Kalányos Árpád. Sziasztok, testvéreim! Sziasztok, testvéreim! Szia! Így! Sziasztok, testvéreim! Menekül az igazoltatás alól? Kérem, uram, muszáj vagyok! Igazoltatás! Istenem! Személyigazolvány! Sziasztok, testvéreim! Személyigazolvány! Baszd meg a személyigazolványoda! Jó! Vajon az RP alól kiadminkodás, vagy minek minősül? Bedutizok. Jó. Oké. Hányan vannak fönn a Citybe itt most? 158. Uh-huh. Ez egy vész emergency exit, amúgy annak is fel lehet fogni. Hát nem is tudom. Kezdjük inkább a rendvédelmi autókkal a nerfeket. Mondjuk amúgy hát nem tudom. Kéne egy mintaautó, amire be kéne gyorsulni az összeset. Az a baj, ez, mondom, nem olyan egyszerű ez. Nem olyan egyszerű ez. 19 tundrával fogok elmenni most tankolni, nem tudom ez milyen autó. Az jó. Egész jó az az autó. Na ilyen handlingeket, ilyen, erre készüljetek. Erre készüljetek! Erre készüljetek föl! Ez jó lesz, ez vár benneteket. Dölöngélő tundrák, ez lesz. Itt a prototípus autó. Nem véletlen vettem ezt elő, ez a prototípus autó. Ez lesz az új handling. Most komoly! Igen, miért? Mi baj lenne vele? Semmi baj nem lenne ezzel. Amúgy van ki meló, geci, és senki nem csinálja meg. Semmi baj nem lenne ezzel. Teljesen jól megy így is az autó. Rendes, gondolkozni tudsz közben, hogy hol rontottad el. Ha mondjuk közmunkát kapsz. Így, ez tökéletes. Ez lesz a gyorsulás. Ezek lesznek a gyorsulások. Tökéletes. Tudsz gondolkozni, hol rontottad el. Van bőven időd. Tökéletes.
Ha majd gyorsulás valahogy tényleg ennyi lesz. Csak az irányíthatóság nem fog el megváltozni, de amúgy, ja. Egy kicsit hasonló lesz. Tényleg ilyen lesz? Aha, alig várom. Ilyen lesz. Amúgy mindjárt elkezdjük, gyerekek, csak... kell találnom valami autót, amin... megér. Hol van a Pika 01? A Pika 01-nek a szintje lesz az egyediknek az új szintje. Hol van? 282 Pika 01. Ez a Pikachu kocsi a prototípus. Pika 01, ami még mindig túl gyors amúgy ez a Pika. Ez még mindig túl gyors nekem. Túl gyors ad a Pikachu. Serifségen sorakozó? Ajaj. Ajaj. Pikuka. Pikuka 365 jét. Hello. Jó. Ez még túl gyors amúgy. Ez még túl gyors. Nem kell besegíteni, ura vagyok a helyzetnek. Megvannak az emberek az e-féle küldetésekre. Ura vagyok a helyzetnek. Clear, azt mondja, hogy... ez még mindig túl gyors amúgy. Ennél is lejjebb kell venni. Hát, tesó, ez még geci gyors. Ez még mindig baszott gyors az autó. Gondoljatok arra, hogy minél jobban lejjebb húzzuk, annál több FPS-etek lesz. Mindig ez legyen a szemetek előtt. Minél lejjebb vannak véve a kocsik, annál több FPS-etek van. És minél több az izé a gyorsulásuk, annál kevesebb FPS-etek van. És akkor nem tudjátok írni az intelligens ötletek szobába a megfejtéseket, hogy... Hello! Szerintem vegyétek ki az 500 scriptet, hogy gyorsabban fussanak a szerverek. És legyen több képkockám. Eltűnt a PP-ticketbe, azt mondták, hogy visszaadják. Hát akkor majd visszaadják. Jó. Azt mondja, hogy... végre lesz értelme egy helikopternek? Amúgy igen, a helikopterre gyorsabban fogsz. Kéne egy kis segítség. Szia! Miben? Miben segíthetünk? Miben állhatunk rendelkezésedre? Invisible. Kocsi, ok. Ok. Tocsi. Tocsi, ok. Ethan Abdullah. Ethan Abdullah. Tony Herceg. Van itt minden illusztris társaság gyűlt ma össze. Illusztris társaság gyűlt ma össze. Kergetnek egy minionsost itt emberek. Egy minionsost. Spectate 275. Döntsd el, hogy itt vagy tisztekbe. Mi? What a... Gecsi, állj már, meg akarnak valamit mondani. Mondja, uram. Mondjátok, mondjátok, uraim. Miért borítja vissza a gépjárművet? Hát nem tudom, nem én voltam. Visszaállt. Visszaállt, aha. De uram, azért volt, nem tudom, mi bebogarasodtunk amúgy a föld alá. Én nem láttam semmit, vagy nem, én igen, nem tudom, hogy akkor úrik mellett. És ezért visszaborítottad az autód? Nem én, úristen, nem én. Most mi lesz szegénnyel? Igen. Most mondja papa, megy Garrison. Tudom. Mi van? Úristen, király. De most szerencsénk van, van a fegyver. Valaki jönne, mert megismerek valamit, életemben nem láttam. Ha? Finom hallott? Puncit, Bugyi Feri vagy Nedfadjárat van. Üdvözöllek! Hallottok, srácok? Hallottok, srácok? Mi a retkes fasz? Hogy laggol ez a csávó? Ezt olyanokat teleportál, hogy az nem igaz. Mi a fasz? Na látjátok, ezért kell lehúzni az autókat. Nem vezetni nem tudja. Hogy vezetek csak én, mert nem tudsz vezetni. Tudom csak most, ezért. De ember, nem mehetnél hegyen. Köszönöm. Aha. Robert, akkor most mit csináljunk? Mert itt nem tudom, mit csinál mondjuk itt, aki vezet. Közmunkára vele! Még ne! Még nézzük már! Nem rád is közlekedés, ha ne basszatok! Mit csinálsz?! Megyünk Hákura. Megy, azt mondja, megyünk Hákura! Mondta, hogy mit csinálsz. Nem tudom. Ki mondta, hogy mit csinálsz? Geci, Bobby, szeki! Mit csináljunk itt? Mert engem ide felhozott az a Proktor Ádám. Proktor Ádám, mehet a közi? Megint ilyenek vagytok ma? Gonoszok? Mi? Mi ez a hang?
Hallod bárki van kokon? Nincs. Köszönöm. Ezt ki adja ezt a hangot? Darkus, köszönöm szépen a 100 bitet! Jó, várja, most befejezzük. Fél már közze a Proctor Ádám, hogy neki vetkőző? Várja most. Átmenjünk most a Proctor Ádám? Hát hova menjünk? 163, várja. Spectate 163. A bűnösek bűnhődjenek? Applikáció szerintem. Megint elővette a cápást a csávó. Volt ebben benzin nincsen, basszus. Mi ketten most megyünk indítani, most megyek indítani. Mondja, hogy VV Soma elkaplak. VV Soma elkaplak. Várjál, report. Vince. Városi autóvevé. De hogy egyikben sincs benzin. Miért nem tudom visszatenni a szemetes kocsit? Erre nem tudok neki válaszolni. Bobby Szekics meg elépett egy kocsival. Nézd meg a Bobby Szekicset! Hogy elvitt egy kocsit? Várja, melyiket nézik, a Proctor Ádámot vagy a Bobby Szekicset? Ez a legszerűbb zentornóban megvan. Ilyen Spectate 282. Mi volt a Bobby Szekicsnek a száma? Mi volt a Bobby Szekics? A szemetesse? Spectate 275-ös volt a Bobby Szekics. Spectate 275. Várjatok, a Bobby Szekicsre nézzük. Most megyek indító. Várj, most mit rabolnak? Igazából... Megyek le hákútól, megyek tankolni és megyek indító. Mi? Igazából... Oké. Okay. Ezt le is zárom. Miért nem tudom visszatenni a szemetes kocsit? Ennek mit írjak, chat? Mi a... Jaj, a fejem! Mit csinálsz, basz meg? Az utat használ! Ó, fejem! Ó, pici! Ó! Ki beszél, fejem? Mi a fasz? Mi a geci? Úristen, mi a fasz történt az autómban? Jaj, ó, a fejem, jaj, jaj, jaj! Hát nekem szétesett az autóm! Jaj, 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 a fejem, jaj, ó, de fáj mindenem, geci, ó, ez mint a rezsőbossznak, jaj, jaj, mikor átrepült négy dombon, jaj, a fejem, jaj, jaj, ó, uram, ó, uram, jaj, a fejem, jaj, jaj. Ember, ezt ki mondja? Ember, ezt ki mondja? Ember? Shrek, üdvözöllek, köszönöm szépen a followot, Shrek. Gyertek már. Jaj, jaj, a fejem, ó! Mit mondnak a fejembe? Ó, jaj, jaj, a fejem, ó! És egy boxol, geci! Ne boxoljál! Ki jel? VV Soma Gaming vagyok. Hivatalos. Jó napot! Hivatalos, VV Soma Gaming. Jó napot, én nem tudom mit... Jó, elég volt. Oké. Okay. Jó. Jó napot, uram! VV Soma Gaming vagyok. Ravasz, mint a róka. Csinálok esőt, geco. Várjál? Kabát, remélem van mindenkinél eső kabát. Vedőr. Vedőr clearing. Figyeld, mit írok be? Mi mosolygok be? Tudják, hogy ki csinálja az esőt? Eső majom. Geci. Én eddig Pumped Gabót néztem? Igen. 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 A fejembe. Hát hát hogy kaja van, úgyhogy... Anyuka? Apuka? Igen, úgyhogy mindjárt jövök egy vezet. De alapon is. Menjetek. Sziasztok. Mi történt fel? Kérdeztél-e? Te ki lehetél? Köszönöm. Hát ez melyik? Kocsi, tesó. Hallod? Akkor következőleg látom én is ízéletek neki? Nem.
De, teljes mértékben. Ízélhetsz neki? Igen. MG-zni ja, bocsánat. És meg PD és MG-zni fogok, szia Bartók. Igen? Sziasztok, hiába ütköztem, valaki tudna el? Ja, hibába ütköztem. Nem az a nevem, amit megadtam. Aha. Barta. Barta Zsolt. Barta. De amúgy nem azért mondom, de serépség után... Frank Westfucci itt van az új szaros egyediével. Vajon melyik détszőre lett letöltve ez a kocsi? Ez könnyű megmondani ennek az autónak az állapotából. Ez ki volt? Ez ki volt? Ez most ki beszél? Szerint ez ki? Frank Westfucci apukája. Jó napot kívánok. Szép nap volt. Szia, Potter. Ki? Mikey vagy Mickey, legyen Mikey, köszönöm szépen a giftet Szabot. Az Isten áldjon meg téged. Köszönöm szépen. Ez most hozatta, igen? Úristen, de jó ez a kocsi, hadd kérdezzem meg, melyik Discordról lett letöltve? Kocsi, ja, a világ legjobb Discord szerve. Mi annak a Discordnak a neve? Szimetikás. Szintetikus? Milyen szimetik? Szintetikás. Szívtelen kász. Mindjárt jövök. Nick. Na látjátok, ezért kell lehúzni a handingeket. Irányítatlan ez a zonda. Ezért kell lehúzni a handingeket. Átlátszó a kereke? Szimmetrikus Cars. Gyertek be, légy szíves a Szimmetrikus Cars nevű DC-re. Gyertek be, légy szíves a Szimmetrikus Cars DC-re. Felkiáltolja ezt. Na geci, na ezt most komolyan mondom, ezt már ki az, aki élvezi ezeket a sebességeket amúgy? Ki az, aki élvezi még ezeket a sebességeket? Mondjatok már meg őszintén, bazd meg! Ki a faszom, aki még ezt élvezi? Nem lát semmit a játékból, olyan gyors minden. Ezt megszüntetjük ma. Ezt ma megszüntetjük egy az egyben. Na. Vissza... De amúgy hányszor rohansz még neki a kocsinak amúgy az építkezős ruhádban? Na. Szia! Hallod, véres? Igen? Annyi lenne a kérdésem, hogy írtam ticketet is, hogy az meg tudja nézni, mennyi pp-n Kesszike. Nem, nem tudjuk. Szia! Hát és akkor ilyenkor mi lesz? Ilyenkor buktad, Luxi Zoltán, bebuktad. Hála Istennek. IC, ügy, OC, be kell bizonyítani, mennyi volt. Egyé. Így, hogy nem tudod, Luxi Zoltán, így vége. Mi bukott? Véres, próbáld kezdeni, mert azt még lehet élvezni, 287-es. Most, amit lehet élvezni, az az, hogy legyen először is fény, hogy lássunk valamit, vagy legyen belőle eső és viharos éjszaka elé nézzünk? Várjál? Azt mondja, hogy weather, rain. Induljon be egy kicsit jobban az eső. Tök jó, amikor elcsapnak a motoron úgy, hogy azt se tudod megmondani, milyen színű volt a kocsi. Igen amúgy, igen. Kicsit laggolsz? Davidele, ki kell nyomni a streamet akkor. Nincs mese. Ki kell nyomni a streamet, tesó. Jobb felül van egy X. Meg kell nyomnod, és akkor rendbe jön állítólag. Mindenképpen meg kell tenned ezt most. Próbáld ki, hogy utána rendbe jön-e. Ha nem... akkor nem tudok mit csinálni. Vagy kell donételni gépre? De amúgy nálam nem laggol. Tegnap is beírogatta valaki, hogy laggol, az kiderült, hogy csak a csávónál laggol. Csak a csávónál laggol. Az enyém élvezhető 103-as, a tiéd is élvezhető, az is túl gyors az amúgy. A konzol az laggol eléggé, igen, de az mindig laggol. A stream ne laggoljon, az a lényeg, a konzol laggolhat. Nekem ma jött meg az új procin 101, kíváncsi leszik, mennyire fogok laggolni. Körülbelül annyiba került az enyém is, és fogsz laggolni. Segítek, fogsz laggolni, Sixtusi. Botlik Levente, szia, autót szeretnék cserélni. Azt mondja, hogy... ha nem vagyunk bent humán, akkor itt kint lehet lőni? Köszönöm a választ. Persze. De várja, hol van ez most? Hadd nézzem meg. Hú, geci. Na ez a, ez tesó, na ez nem lag, ez már komplett fagyás. Ki fog crashelni, geci? Ki fog crashelni? Egy TPM-től ki fog crashelni? Jó, nem. Csak akkor úristen. Jó, nem. Rendbe jött. Várj, ezek hol vannak, geco? Hol a picsába vannak ezek? Kinek a reportjára jöttem ki? Mi
a fasz, hol van ez? Itt egy RS6, azzal fel tudsz ide jönni kb. 50-nel, ide fel tudsz csak lizni. Ez így kell lennie. Várjál? Tudod mit? Válaszolok neki. Ja. Oké. Okay. Ja, hogy most ő arra próbál nitpickingelni, hogy ő nem a kapunál lett lelőve a human belterén, hanem ott kívül. Hogy itt lett lelőve. És nem a human belterén, hanem itt kívül. Itt kívül. Ez rage report, ízik vérig rage report. Ha nem vagyunk bent, nem vagyunk bent humana, akkor itt kint lehet lőni? Igen, itt nem lehet, de most a faszom akar ezzel szenvedni. Ezt meghagyom valakinek, aki el szeretné intézni ezt a Teó reportot. Ezt a Teós reportot meghagyom, aki szeretné intézni. Ilyen rage lószarokra ma nem megyek ki. Nyugdíjba vonulok. Jó, azt a kurva, hogy van itt, geci. Mi a szar történik itt? Üdvözöllek, túrós! Hol van? Azt a fasz. Hol van? Ő beúszott, nem? Ennyiért vettél volna már procit is? Amúgy igen, Ryzen-t vettél volna abból már. Teó, voltatok már bent előtte? A legnagyobb gond, hogy adminként merül fel ilyen kérdés. Azt rohadt, mennyi hulla van itt, geci? Mi a fasz? Mi ez a sok hulla itt ben, uraim? Sugár is már rajtad, meg se lepődök. Mi ez a sok hulla itt ben? DM generálás csak úgy. Human mellett ültetem a drogot a hegyen, az baj. Hát nekem nem. Neked lesz baj maximum, ha valaki megtalálja. Most még durvább lesz a viharsz. Most még durvább lesz a viharsz. Vedőr. Thunder! Hú. Most milyen szép lesz a játék. Most lesz FPS-etek is, amíg tart a vihar. Tesó, semmit nem látni, kurva jó. A városba kell bemennem, hogy lássak valamit a játékból. Ide jött Haku és kilőtt, van videó. Hm? Névváltás. Szia. Mikor kaptad a CK-t? Én nem látom az esőt? Hát jó, valakinek nem látszik az eső, ez így van. Például én most nem is találok vissza a városba, csak hogyha villámlik. Itt van valami, ez a város? Nem, ez a börtön. Akkor erre kell menni egyenesen. Így realisztikus a játék, hogy szart se látsz. Várjál, Sandy. Lefele megyünk. Így, a térkép alapján lehet navigálni. Várjál, inkább így. Ez szerintem sokkal gyorsabb. Oké. Jó. Visszaértünk a városba és újra látunk dolgokat. Újra látunk dolgokat, például Farkas Gergőt, aki épp tankol, nem az oázison. Ide jött Háku és kilőtt. Mindjárt jövök, megnézem. Jó. Úristen. Elvették tőled a fegyvert? Igen, elvettek minden, de attól még egy szabálytalan. Hello. Szia, Walter. Szia, Véres. Csá. Kedvenc macskám. Igen? Az egyiket én kilőttem, a másikat én kilőttem. 4-5 az van lenni, még az ott van. 240 volt az ítélet. Egyiket kilőttem, 245. Mivel a megölték a csapatásomat. Na szóval, miért öltétek meg őket? Walter! Majd kilőtték a haveromat. Na, igen, és te honnan tudod, hogy hol van a hákunk? Bejelölte a térképre. Oké, okay, de attól még ok nélkül ide jöttél, az fejbe lőtted. Miért lett volna ok nélkül, amikor megölő a barát? Letékázt! De mondd meg, én öltelek meg, mindegy. Mindegy, de... Rózsa már, hogy attól még, hogy nem hallottad, hogy... Na, most figyelj már, hogyha már annyira darálunk, akkor már... Akkor figyelj, én kilőttem ezt a gyereket, és amúgy te is elkezdi darálni. Jó, esetleg látod, figyeljetek, már... Civilbe, uram! Nekem van! Admin, hadd szólaljak meg! Admin, hadd szólaljak meg! Na. Akkor figyelj, csinálok fény. Admin, figyelsz? Admin, figyelsz?
figyelek, tök mindegy. Admin, figyelsz? De figyelj, figyelj, na annyi volt, hogy figyelj, figyelj. Oda mentem HQ-hoz. Figyelsz, admin? Mert én ugye HQ-tag voltam, és kidaráltak engem. De azok nem ok nélkül volt. CK. Az miért lett volna C? Mivel lekértem rólad a rangot, és kirúgtalak azért. De ember, még előtte... Igen, mi? Te mert már nekünk jöttél, nekünk jöttél. Nem mentem nektek egyáltalán. De admin, figyelj! Mondtad, hogy kilépsz, akkor mész, és ezért... Miatt még elmentél volna úgy, hogy tudtad van a hákunknak a helyzete, ezért lelőttelek fejből. Igen. Jó van. És lekértem a rangot, és már nincsen rajta. És aztán ide jöttek a haverjait, kilőtték a csapattársamat, ezért én meg kilőttem a másikat. Hát nem nagyon találtad el, de mindegy. Ez egyiket kilőttem. Kisebb lőtted, kisebb. Akkor nem lőttem ki. És sokkal jobban nézünk ki! Gyertél, admin. Figyeltél, admin. Admin, figyeltél? Lássuk az ítélethozatalt. Bementem videóbárról. Az munkára velük. Admin, figyelsz? Sziasztok, közül van, én haltam, és most itt vagyok a kórháznál. Esetleg kaphatok egy bringet? 3.37. Bring közmunka, 3.37. Kell szólni a Walternek, hogy húzzon be. Jaj. Hát most... Jó van. Jók legyetek. Walter White! Az nem a izé, a Heisenberg a Breaking Badből? Te soha nem láttok semmit fényes nappal se. Hol a város, geci? Merre van a város? Várjál, a rablás irányába kell menni. A rablás irányába kell menni. Nem, most akkor kifele megyek. De hol? Jó, várja. Csak hogy orientál. Jó, olajfúró van. Olajkúró rablás van. Hé, hey, most mi történik velem? Sziasztok, kedves barátaim. Most miért mi a fasz történik itt, geci? Várjál, így. Hol van? Mi a fasz történik? Most így érzem magam. Hol van a száraz föld? Mi a fasz tört? Jaj! Jó, várja, lehet lekínálítanom az esőt, nem? Mert nem látunk tőle semmi. Várjál, figyelj, berepülök így. Invisible. Jó, várjál. Itt van a kis csávok, valaki lő, geci. Lő egy NPC, hol van? Jönnek, hogy beindultak ott fönn, várj, figyelj. Hát beindultak, geci. Amint mikor beskurblizod a izét. Beskurblizod a kocsit, az be vannak indulva ilyenkor. Jöttek, jöttek, már mondja, jöttek. De ki lőtt rám? Hogy itt vannak a izé ládák, lehet rabolni. Legalább nem lesz unalmas az olajfúró, told be? Legalább nem lesz unalmas az olajfúró rablásuk. Jó, invisible, most felszállunk. Most azt hiszik, hogy... Hogy tudjátok, hogy tudjuk, hogy tudjuk. Amúgy valamelyik NPC lő továbbra is engem. Ezek hogy be vannak feszülve? Azt a kurva Isten faszát, te. Jézusom. Toljátok rá, toljátok rá. Menjek be mellé, tartson velük! Heli. Heli? Jó. Várjál, várjál, figyelj, figyelj! Hárman. Figyelj, várjál! Ketten vannak meg. Azt a kurva, azt meg is van! Jézusom, keci! Mi? Ez olyan volt, mint két NPC! Ezek úgy lőttek, mint két NPC! Azt láttátok, rendes, kihajolt az ajtóban, és egy helyben lövöldözött. Mert én adtam a tanácsot. Én adtam a tanácsot, enyém a loot. Várjál. Én akartam rá. Most jöttek meg, toljátok rájuk. Ne, hello. Ne. Holódom, beszéltek. Most jöttem meg, toljátok rájuk. Mit mondottam? Jönnek? Most jöttek meg, toljátok rájuk. Valaki mond. Hát, szerintetek kicsoda? Faszomat szórakozik!
Az égiek. Elmondod, megbaszlak. Hogy most jött, hogy most jöttek meg toljátok. Ja, hát akkor majd... Jó. Nem tudja, csak az egyik, de most megfenyegettük. Most megfenyegettük. Megkaphatom? Megkaphatom? Kaphatok UB-t? Az embert a kezedből. Nincs kezed. Kaphatok UB-t? Menj rá. Hogy bekussod? Nem. Meg kellett fenyegetni. Most. De mi a adjál már nekem is. Várja. Hája, hol van a másik csávó? Várja. Hol van a másik? Várja. Joker. Joker. Hallottam beszél. Lőnek. Aj, de jó érzés! Ábrahám Károly. Lelőjem az Ábrahám Károly. Nyugi, van, ezt csak bekézzeljük. De nincs el. Várjál. Fotozzál. Az egyik gyereket. Várjál, Ábrahám nem marad csöndbe. Csak Nyugi! Itt van az egyik kizé angyal. Itt van az egyik angyal, azt mondja. Set Armor 2 készen. Biztos, hogy... Biztos, hogy a volt. Ember! Geci! Hogy elkezdtük gurulni, tesó? Beindultak a reflexek egyből, az olyan, mint a vadnyugat. Fegyvert rántasz, ők is fegyvert rántanak. Clint Eastwoodok vannak, Geci, mindenhol. Aj, bazd meg. Na, elállítom az esőt, kicsit enyhébre. Kicsit enyhébb vihart csinálunk. Weather rain. Így. Most látni is fogunk valamit. Minimálisan legalábbis, hogy merre megyünk. Üdvözöllek, Immunis. Vagy egyszer kicsit szennyi a szárnyalat közülről. Encom, Serv, 188. Kész. Jó. Oké. Pulyka ki lett szedve közmunka alól. Pulyka. Várjál, 39 közmunkával? Igen, az is, minden. Köszi az esőt, véres, van értelme kihozni az M3-at. Gyerekek, még tart az eső egy kicsit. Még tart az eső egy kicsi. Aha. Aha. Geri faszú! Hogy nézel ki, Lopez? Mi? Hogy nézel ki, Lopez? Ez egy pet, de én nem látom magam amúgy. Undorító vagy, geci. Hát én nem látom magam, mert ezt akarja az egyik játékos, aztán küldtem neki, hogy hát választ. Hát tesó, ez biztos? Én nem tudom, hát... Hát te is... Ezt nem, én nem látom magam. De még magam, ha látnál is magad, hidd el, nem tetszenél magadnak most. Várj, mert megnézem a streamet, Nézd meg! Rendes, kinyitja a száját, hogy pofán lövöm. Nézd meg, geci! Kinyitja a száját, hogy pofán túrjuk! Hát igen, a golyó berepül rajta, érted? Igen, kolbászra nyílik a szád, Pepsi. Na jó, hát ezt engedjük el, ezt a pedet. Tetszik az gined egyébként, az gin. Igen, az gin. Nagyon jó az gin. Neked tetszik tudod, az gin? Van? Aha, az gin. Nekem egy nerf pisztoly van egyébként. Ja, az jó, nem tudok kimenni a favágó telepről. Ott van az a láthatatlan prop. Azt nem lehet megütteni, mert kódol van a mappulán. Hát akkor... Úgyhogy az... Jó napot! Viszontlátásra! Jó napot! Na. Az én fel nem a legcsúnyább. Nem, a tiéd jól néznek ki azok a pufik. Mi ez a vörös csillag a nevedbe, Darkus? Ja, 10 000-es csírikon, geci! Azt senki nem rakta még ki. Nem is tudtam, hogy így néz ki. Mi a fasz? Hogy nézesz ki, geci? Nem is láttam még ezt 10 000-es csírikont. A túrósnak is van ilyen? Neki is van ilyen. Mi ez a vörös csillag, ember? Csak úgy elbasztak. Ez sok emberrel megtörni. Elmagikó 250 közmunka. Üdvözöllek, Kriszti. Üdvözöllek, Invisiblu. Föl kéne mennünk a test szerverre elkezdeni a handling basszásokat amúgy.
El kéne kezdeni a handling baszásokat. Aha. Viccesek, viccesek. Humorosak. Nem, sebbről lehet, sebbről lehet. Egy, találtak egy izé terapiát. Ja, és ezt most behozatják? Ki? Hát ez meg tegnap izé, tegnap írták. Ki? Mi a? Nem tudom, a Leo írta, hogy akartak valami kocsit. Tudom, mert ezt tegnap nézték. Uha. Uha. Mártik fullosztunk, az közbe keresgélték. Uha. Melyik sebbről lehet? Az elég gyorsan meg lesz. Mi van, mennyi? Csumi. Csácsá. Melyik kocsi? Miről van szó? Aha. Aha. Egyezkedések. Titkos tárgyalások? A kocka téren? Lehetséges. Titkos tárgyalások a kocka téren? Én lépnem, mert most ott ügybe vagyok. A Mustang az nem lesz kitörölve? Meg lesz csinálva a Mustang, várják meg, amíg megcsinálom. Máma eszünk! Van rózsaszín csillag is 250k bitnél. Megnézzük, hogy néz ki. Darkus részéles, nézzük meg, hogy néz ki a 25000-es ikon. Itt pont tartott fel a kezed. Pont jókor jöttem meg. Szívesen megnézem ezt az ikon. Inventory 2. Elveszek tőled 5 fánkot. Jó, igazából jogoskodunk el, nincs bent rádiószva. Akkor nem a Mustangra van kocsi, hanem valamit akarnak újat. Hó, najszag. Nézzük meg, hogy néz ki a 25000-es bit. Azt a kurva. Jó. Demir Toretto, semmiért meghaltam, hogy kiszálltam helicopterből, szerették kérni egy angyalkát. Log. Dante meghalt. Várjál. Nézd az olajfúrót, ott most nagy fájtok vannak azon az olajfúrón, tesó. Várjál. Elég sokan haltak ott, men. Meg. Ilyesmi. Amúgy megint megyek fölfele a karival tépózba. Nézzétek meg ezt, sziasztok! Most így érzem magam. Geci! Megint tépózol fölfele, mint egy próbababa. Hogy mosolyog? Á, mi ez? Itt van a véres. Geci! Jaj, ott van. Ajaj. Márkó Mihály. Megdög lesz Márkó Mihály. Meghalsz. Tudom. Le fogunk lőni. Ez nem vicces. De oda tudsz menni, nyomj egy F betűt. F mint fark. Nem megy? Felvigyelek? Vici. Biztos? Aha. Amúgy azt hiszem a másik oldalon lévő létre működik. Heavy taktikának köszönöm szépen az 50 bitet! Heavy! És természetesen a Darkusnak előre köszönjük a 150 milliárd bitet. Víz alá kell. Azt mondják, hogy víz alá kell menned, és úgy fel tudsz menni. Jaj, de vicces vagy. Komolyan! Próbáld ki? Próbáld ki, nézd meg. És milyen igaza volt a... Na! Na Márkó faszom! Most mi van? Hoppá! Mi a fasz? Igazándiból, Mani? Jó tetted. Ezért lelőlek a gecibe titeket. Ne! De! Ne! De! Várjál, figyelj! Fölmászok a létrára, figyelj! Itt vagyok a létre, el fogok tudni talán. Bebogarasodtam! Figyelj! De teszem, most kumász. Geci! De ez most mi? Ez most mi? Mi a fasz? Szia! Mi a? Ez mi? Figyelj! Figyelj! Hé! Szia! Geci! Kurva élet! Tegyél már le, baszd meg! Jó. Pff, a kurva. Jó, hogy elmondtad neki?
Jó, most már nem terrorizálok több játékost. Most már adminokat kell terrorizálni. Kit fektétek, hogy hogy intézi az ügyeket? Bartát? 3-16. Adminokat kéne izélni. Nézelődni. Föltette a kezét. Igen, ez az az ember. Ajaj. De mi a fasz csinál? Itt ez az ember, ugye? Itt ez az ember. Oké, oké, jövök. Mi történik? Ez a bolidos. Mi történik itt? Mi történik itt most? Királyod a bolidos. Egy fan, egy nagy fan. Miért hárgás? Weather clearing. Jó. Jó. Igen. Ami valaki ült a csávó mellett. Hova lett, aki ült mellette? Mi van? A Barta nem intézi az ügyet? Vagy most mi a fasz van? Ott az a report meg volt nyitva. Ki is ment rá? Ja nem. Mi a fasz? Igen, nézem. Ha? Jó. Jóci Nikolics. Kocsi eladás. Itt is vagyok. Jó napot kívánok. Félreállok. Jó napot kívánok. Köszönjük. Várjál, report. Mi a neved? Oké. Tobak Martin. Tobak Martin. Tobak Martin. Akkor parancsolj, ráadíratom ezt a mesemasinát. Ha nincs esély, akkor közi vagy mi lesz? Félkantom. Micsoda? Ja, dehogy is nem. Nincsen közi ilyenért. No? Nincsen közi. Olyan izét használtok, amilyet akartok, kivéve a lowprop, noprop, meg ezek a faszom, úgyhogy nem kell kivenni a kontextusból ezt a mondatot. Viszontlátásra. Nem kell kivenni természetesen a kontextusból ezt a mondatot, most, hogy a véres azt mondta, hogy bármit használhatunk, szóval nem. Nem bármit. De nem kötelező látnotok az esőt, meg az ilyen hülyeséget, amiket én most itt nyomatok. Ez csak nekem. Személyes kielégülésemre szolgál most ez az eső. Én ettől elégülök ki. Már ettől is kielégülök. Valaki ad egy zárfeltörőt, mert a barátom odaadta és eltűnt tőle. Ha? Bármit használhattok, csak valamiért termaják. Geci! Ez jó, amúgy ez így megfogalmazva ebben a formájában, ez igaz. Valamiért valóban permaban jár. Abba a szarkocsiba? Huha. Huha. Mindig a nő a főnök, gyerekek, minden párkapcsolat. Előbb-utóbb bejön az a pont. Kérdezzétek meg a faterotokat. Hova menjünk? Mindig eljön... Mindenkit szeretek, gyerek. Mindig eljön az az idő, mikor... Le kell ülnöd faterral egy dobos sör mellett és megkérdezni, hogy... A házasság az mindig azzal végződik, hogy a férj egy papucs lesz? És ott kell tökösnek lennie a válaszadásnál az öregnek. Hova menjünk? Most nagyon rajta volt a szám, hogy anyádba, de nem mondtam végül semmit. Az túlságosan... TE PUZI VAGY! ez a beszélgetés melyik részénél hangzik el? Nemet kell mondani, amikor kell az a titok? Nem. Hiába mond azt nemet, a nő tudja, hogy hazudsz. Itt én vagyok a főnököt, csak megmondja, mihez van kedvem? Jó napot kívánok! Jaj, te vagy az a csöves, aki múltkor kira volt. Se kurva, geci! Itt vagy, Paulina! Itt vagy, Paulina! Mi a retkes fasz? Dorina az ilyen komoly embernek tűn, nem hittem, hogy ilyenekkel lófrál. Mi a szar történik ki? Mi a... Na ez nem papucs, igen, na ez egy... Mit csinálsz a múl? Tessék. Ajaj. Nem ti. Uha. Ki ez a nonos falsz, aki spekelű? Véletlen. Válaszoljon. Szóld már a biciklit, létre, szállj az autómról, jól szóltam. Ki ez a degenerált? Ez ki?
Ki ez a degenerált? Hova menjünk? Szádba bazd meg, oda menjél! De mit csinál? De ez a mit csinál ez a degenerált? Uram, vagyok, uram, és nem jó a szemem. Akkor esetleg takarodj már el innen, bazd meg, mert a 20. embert ütöd el. Megyek is. Na, faszomat! Múltkori stream említette, hogy UB fogadó lesz, van egy ismerős, akit észre is banon van, az hogy tud részt venni rajta? Hát ő már sehogy. Igen, hallottam, de miért ütöd el az embereket? Ez az mo- Ez az! Várja, PM 120. Kérdezd fel! És visszamegy! Már ott van az ember. És visszamegy! De amúgy geci, amúgy miért tudsz válasz, hogy kérdezek, hogy is nem válasz, és felpassz, fú! Uha! De inkább le is lépek, geci. Inkább le is lépek. Hova vigyelek? Most ne lépj le, kérlek, ne! Ne, ne lépj! Lépjön. Geci, miért nem tudsz válasz, hogy hattól szólok amúgy? Le, ne lépj! Okay. Kérlek. Az a legkisebb gondosan. Favágó! Favágó! Most veszítem az autót. Most nem is erre van a... Mi a fasz történik itt, tesó? Baszta. Mi a... What? Jó. Kérlek, le ne lépj! Most mit csinál ez? Figyelj, te félsz, neked nem fáj semmi, tegyem a számba. Ki ez a veréb, akit nézünk? Ez ki ez a fasz veled? Megkérdeztem most tőle egy per egy normálisan, hogy ez ki ez a csávó mellette? Ez ki ez az ember? Csak nem ilyen szót használtam. Borsó? Várjál. Amúgy geci, Borsó? Még egyszer bazd meg. Beírsz valamit, ami nem adminkodással kapcsolatos az AC-ra. Levesszük rólad a chat jogot. És egy DC azt a kurva, egy DC szobában írogass magaddal. Neked nem fáj a múlkodik? Gondolj Paulina. Mi a... Te soha milyen nem... De jó, amúgy, hogy veled beszélgetek és sebarni. Hogy vaaaaaagy! Anyád, észlek a textúrámat és az is a egy időben esik szét a Paulinának a... Hát nem is tudom, mentális állapotával emellett a faszi mellett. Nézd meg a külsős, amit küldtem. Na most meg elmondja neki, hallott, hogy spekeljük őket? Amúgy most nagyon csalódtam a Dorinába, baszki. Emes. Most feldobott? Hova küldted? Emes! Mi van? Most feldobott? Hello! Patrik! Mondjad! Mi kéne szállni? Mondjad! Bocsát, Herceg Csabi. Mi a? Közmunka. Miért? NRK, hanyag RP. Le is RP-ztem és lassan is jöttem felfele. Szupersporttal mentél, azelőtt nem RP-ztem semmit, végig spekeltelek. Jó napot kívánok, ő elütött engem ötször. Yeah. De honnan te ismersz meg amúgy, na mindegy. Admin-ügyben. OC vagyunk. Látod, Dorina, hiába írtad meg neki privátba, hogy spekkelem. Hiába írtad meg, a Walter is itt volt. Most felkérdezzük a Dorinát, hogy feldobott-e. Most kiverem a balhét, geci. 150. Azt egy keverés amúgy. Mi feldobtál? Nagy feldobtál? Hello. Feldobtál, Dorina?
De hogy? Elárultál? Látni akarom azt a privát. Add meg a Discordodat! Cica! 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 Attól még elmehetünk a favágóra, nem? Ja, nem kell. Ja, jó. Hallod, véres? Igen. A kocsimat nem tudod valahogy megtankoltani, mert ki van fogyva a benzin, és nem tudok így menni. Nem, de itt azt érzek ezt. Ja, véres. Geci, ezt a sapkát vedd már le, Geci. Nem, nem én néz. Úgy nézel ki, mint olyan rossz parkolóőr, és kétszer mér nagyobb így? A fejednél. Miért így? Hát így jobban nézel ki, mint azzal a Billy fejjel. Baszeg. Igen. Jaj, nem tudok tankolást adni, azt nem tudok tankolni, el kell menni egy benzinkútra. Jaj, jó, csak már nincs annyi benzin, mindegy, elsétálok. De nem tudok olyan fixet adni. Jobb és bal kezé. Jó van. Viszlát! Ajaj. Várjál, akkor biztos nem megyünk a favágóra? Nem kell, biztos. Feldobtál privátba? Dehogy. Akkor mit írtál neki? Valami. Aha, hogy spekkelem őket, mi? Vagy hogy őt? Nem? Nem. Nagyon rosszul hazudsz. Soha többet nem tudok veled beszélni. Most mi azt nem tudok mozogni? Ez most egy olyan dolog, ami most nagyon szíven ütött. Borzasztóan hazudik ez az asszony. Borzasztóan hazudik ez az asszony. Olyan, mint minden nő. Nagyon rossz hazudozó. Jó, nem mindegyik. Vannak nagyon jó hazudozók is. De alapvetően általában ezért kell a férfiaknál maradni, gyerekek. Én már döntöttem. Meleg vagyok. Mónika most? Mónika? Most a Mónika? Mennyi meleg vállalja föl magát hirtelen? Geci! Ezután a mondat után most ezekben a percekben a Mónika. Jézusom! Jó, jó van, csak viccelek, természetesen abszolút hetero vagyok. Abszolút heteroszexuál vagyok. Meg amúgy nem is a pánszexuális vagyok. Van ilyen is már, képzeljétek el, pánszexuális. Annak mindegy is. Csak izé legyen. Mindegy, hogy milyen, csak a külső értékek legyenek. Iszet, icném 255. Csáó. Figyeljtek. Pánszexuális lehet? És majd mikor kiszáll, akkor fogja látni a nevét, figyelj. Mikor kiszáll, akkor fogja észrevenni a nevét. Nem baj, aki most coming out-olt, az megszívta. Az most megszívta, mint a pánszexuális Levente. Figyeld, kiszáll. Pánszexuális Levente. Geci. Jó napot kívánok, te pánszexuális vagy? Hallod? Most altaboltam le, és nézem, az ott az én kocsim, geci. Mondom, mi a fasz? És a te karaktered neve is. Igen, látom most már. Tetszik amúgy. Tetszik amúgy. Illik hozzá. Így ilyen betyár kettő levet. Ja, tényleg, mert van egy a kaszinósnak beírom egy betyár kettő levente? Az már jó lenne valami más lenne, de igen. Fektén. 282. Hogy ide, szia véres. Hello. Véres van a szintetik karnali bogár, azt meg lehet csinálni, vajon belőletetlen erre? Mindent meg lehet csinálni szerintem, gyerekek. Csak a pénztárca kérdésem. Én vagyok az a fasz a Dorinával. Akkor végül is tényleg elküldte privátba, amit írtam, feldobott, geci. Most mondta el, hogy tényleg feldobtál. De komolyan nem dobtál. Szégyeld magad, Dorina, soha többet nem fog veled szóba állni. Remélem, hogy lerobban az összes kerek a kocsidnak az első kanyarba. Így áll egy kávét? Iszok is? Ne hazudjál, Simi, nem érdekel! Át fogsz baszni! Átvertetek! Feldobott! Most egy barátság véget ért ezzel a nappal, és elkezdődött egy másik. Keresnem kell egy másik barátot. Más barátokat.
Várjál, time 7:00. Vége, el is állítom az esőt. Premium tag kiváltva Andrew Boy által, légy szíves Mónika, segíts neki a Horizon Discordon, kérlek. Kérlek, segíts neki. Vedőr. Extra Sunny. Jó. Reports. Azt mondja, hogy... Haló, ahol vagyok, ez még publikus hely? Hát ez még elég erőteljesen szerintem, aha. Ja, nem? Igen. Vagy én úgy gondolom, hogy igen. Te mit gondolsz? Ez még az, ez még az, ez még az. És lelőtték az urat, vagy mi? Pozitív. Ja, akkor visszavonom, várja. Elvileg izével, mi az? Pisztolya fejjel lett baszva. Ja, várj, mi a magamat revive voltam. Report, revive, 223. Szia Zoltán! Oh. Mi történt Zoltán? Hát elfuvaroztak, azt hitték, kivettem valamit a kesztyűből, át akartak motozni, de semmit nem vettem el. Futottam idefele, ahogy itt futottam, itt fel akartam ugrani, itt már ledarált. Aha. Ki a izé, a Black Dante? Én. Nem, én voltam. Ledaráltam, nem... meg ahogy ide leestem, ezt láttam, meg egyet odaütöttem, ja nem, kettőt, igen, kettőt. Aha. Utána megfogt, és fegyverre fejem vágott, de alapból ma előtte rám lőtt, mert akkor is megfogtam volna, hanem zuhantam volna le. Igen, ez így van. Elvállalom. Mit vállalsz el, Zsolti? Ezt csináltam. Amiért ilyen becsületes voltál, semmilyen szankció nem lesz kiosztva ezen a napon most itt rád. Komolyan? Igen, komolyan. Luxi Zoltán, nagyon mit veszítettél? Semmit. Hát én csak azért kérdeztem, hogy ez publikus helye. Ez még az? Okay, hát akkor nem. Nagyon sajnálom. Bocsáss meg. Semből. Ezt szeretem. Öleljétek meg egymást. Ezért véresnek küldened kell 50 bitet. Öleljétek meg egymást. Az mennyibe kerül? Nekem? 50 bit? Várja. 500 bitet mondott. Csak rosszul írja. Ja, értem, várja. Megkeresem a... Nem kell neked egy autó, Luxi Zoltán, ne har... Ja, itt ez van. Várja, de kell. Tessék. Ja, hát miért kéne neked autó? Itt vagy. Lát, ja, jó tesó, egél, jó, elég. Ez már elég, több mint a béke, gyerekek, egy barátság így kezdődik el. Itt azt írják, hogy a 141-esen nincsen rang, ez igaz? Nem, 141-esen volt. Aha. Az a Demir Toretto rá van kérve rajta, a rang bent van, ha üzemes is. Akkor mit, bro, szóval. Akkor mit van Zerkocit, Uchiha Geri? Resi után lesz csak rajta, mert hogyha ma Resi előtt rakták rá, akkor Resi után fog látni. Uchiha Geri! Ja, mert még egyelőre munkást ír, mivel bocsánat. Ma lett felvéve, azt nem rösszített. Uchiha! Ja, meg vagyunk uraim, akkor megyek ja, ez tovább. Ez egy Bamzer gyerek, azt ismered. Ismered? Ismered. Üzenj neki valamit, Dante. Most te vagy végig. Kapja be a tökömet. Az enyémet is, az enyémet is. Most pof, ennyi Geri Uchiha. Most ebben a pillanatban Geri Uchiha. Én sétáló serüvségre átadtam neki. Amúgy nekem nem fegyelmek sem. Viszontlátásra. Ja, közben Geri Uchiha. Yes, kurva, jó, ez a... Nem dobtalak fel? PM 120. De. Bizonyítékok. Bizonyítékok ellened szólnak. Dorina. Nagy kezdőbetűvel írtam, mint amikor a vádlottnak címzik a bírósági leveleket. Nagy kezdőbetűvel írtam. A bizonyítékok ellened szólnak, Dorina. Remélem itt vagy és hallod az adást. Óriási bajban, mennyi bitért vennél ki? Mennyi bited van? Ezt meg tudjuk tárgyalni. Mint menedzser, vagy mi is vagy? Menedzser? Menedzserrel bármit el tudunk intézni. Bármit, ami pénzügyi dolgokban engem elősegít. Simi, mennyi bited van? Na, csak nyugi gyerekek. Nem vagyok korrupt. Persze van az az összeg, amire elgondolkozok enyhítéseken. Ezt ki kell tapasztalnod, Simi, hogy mennyivel lehet megkenni. Ezt ki kell tapasztalnod, mennyivel lehet megkenni. Vakhangya, közire visszaraksz? Miért? Mi ez a sok? Mi a tököm ez a sok köziről elkerülő ember? Nem kaptok healt rajta, vagy mi? Nem. De ott tudtok venni kajcsit, meg mindent amúgy. Ingyen ráadásul. Bring közmunka 405. Csak mondom. Jó, viszontlátásra. Sziasztok. Nem ingyen? Mi mennyi? $1? 500 bit? Á, tesó. Az két közmunkára se elég. 10 millió forintért UB-znál valakit? Hallod?
1 millióért is, nem kell 10-et adni érte. Plusz feliratkozás? Hát, ez... Önszántadból kell, az a baj. Önszántadból. És akkor utána esetleg édes a gyümölcse ennek a barátságnak. Valaki, aki te nem befejezte a közmunkáját. 100k-ba? 100 000-be simán, geci? Ki a faszom ne UB-zna valakit 100 000-ért? Ki a tököm ne UB-zna valakit 100 000-ért? Geci, ne! Az is! Kurva anyádat basszad meg, fájdem, geci! Most kurvára úgy érzem magam, mint ez a gyökér macska. Túrós faszom. A kurva életbe. Lekvárosbödön üdvözöllek! Virág Ricsi, téged is! És mindenkit, aki esetleg most érkezett meg. Közérdekű közleményem van. Van egy közérdekű közleményem. Valaki feliratkozott, ki volt az? Ja, követő. Makat üdvözöllek, köszönöm a követét! Hirtelen azt hittem, hogy új feliratkozó lett. Simi, ezeket önszántadból el kell küldeni. Egyből bánt véres? Nem is bántottam senkit, bántok. Ja, túrós faszom. Senki nem bánt senkit. Én teljesen barátságos vagyok, egy áruló volt. Egy áruló volt. Ábelnek köszönöm szépen a followot. Mit akartam közölni? Nem tudom, elfelejtettem már, az a baj. Üdvözöllek, Itachi úr. Honnan van 50 bitem amúgy? Nem tudom, Davidelek, de esetleg nézzük meg, hogy tényleg van-e. Próbáld meg ide beküldeni, és hogyha kiírja, akkor tényleg volt. És már akkor az enyém. És már akkor az enyém. Köszönöm szépen, Davidenek, tényleg volt 50 bited. Köszönöm szépen. Várjátok, közben ki egy hidratálás, és ki lett váltva meg egy kávé. Kezdem a hidratálással. Jó, a hidratálás megvolt. És akkor kávé van hátra. Csak kávé is megvolt. Oké. És most már hagyjatok enni, inni, meg ilyenek. Enni, inni, meg ilyenek. Gépnél sosem eszem. Ez első számú elvem és szabályom, hogy ne ragadjon bele a bundás kenyér a billentyűzet. Tesó. És valakinek most kell lebotolni a geci. Hogy neked nincs jobb dolgod most, bazeg, mint ez. Szakadna le, geci, az összes létező körmöd egyszerre. Jó. Sugár István, tuti azt csinálja megint, ki is bannolom mindjárt szerverről. Sugár István faszt. Hol van? Sugár. Kibannoljuk? Nincs fönn. Nagy szerencséje van. Nagyon nagy szerencséje van most Sugár Istvánnak. Csináltak egy bundás kenyeret? Azt én is szeretem amúgy. Egy jó bundás kenyer. Már abból a jó szikkadt kenyerbe, ami már száraz, egy hete ott van, és már ilyen penészes a szél. Elárultál, Dorina? Elárultál külsős applikációs üzenetekkel. Külsős applikációs üzenetekkel. Túrós, ebben a hónapban még nem is küldtél nekem semmit. Nem akarok természetesen lelki nyomást gyakorolni rád, de egy jó barát mindig segít a bajba jutott barátjának. Hiába nyomod a follow botodat, tesó. Ki van kapcsolva az alert? Most nem hallja senki a kis hülyeségeidet. Senki nem hallja. Senki nem hallja ezeket. Most megkívántam bundás kenyeret? Azt izéval csináljátok. Izéval csináljátok. Tudsz mutatni? A bundás kenyere, gyerekek, tudjátok, hogy csináljátok? Lekvárszal. Lekvársz.
Lekvárszal! Van már donét alerted? Már nagyon régóta van, de most nem tudom visszakapcsolni, mert még megy egy ilyen... Várjál? Jó, lement. Most már van alert. Újra. Visszakapcsoltam. Azt mondja, teszek be zenét a közmunkásoknak, hogy jobban menjen a munka. Nem zenét fogok berakni, hanem egy törp, egy gnómot, aki 10 órán keresztül nyög ezt. Ez a heavy taktikál ajándéka. Ez. Ennyi fog történni, ez a kobold néha belehúzik. Heavy taktikál ajándéka. Nyom neki egy bégsárga. Ez egyetlen egy... Várjál? Le tudok hívni ide egy bálnát, tesó? Vagy valamit? Melyik az a... Mi a geci? Mi a geci? Tudod, hogy fel fog robbanni tőle a csávó. Mi a geci? Ezt kipróbálom, hogy ezen milyen handling van. Az milyen handling van ezen? Üdvözöllek, Walter! 4.39 C3 ktm. Elvigyem a főpublikba? Várj, meg kéne tankolni, ez nem jó így. Amúgy ez a túrós bécinek az egyedie. Igazából, csak mondom, hogyha esetleg valaki szeretné megvásárolni, nála lehet cserélni egy ilyet. Meg van nála tolókocsit, fel lehet tuningolni? Amúgy sosem néztem meg. Tolókocsi tuningolható? Nekem egy nagyon durva fullos tolókocsi kell akkor. Ugye a fogyatékosságaimnak meg tudjak felelni. Ajaj. Ez kell. Ez mindig talpra esik ez a gépjármű? Jó. Oké. Több ilyen elitista jármű is van amúgy. Készenlétben nekünk. Van például egy ilyen Alabaster nevű 5400 liter. Tökéletes. Leerpésztem mindent. Mik egy teve? Ez jó mi? Napot kívánok. Ez az autóm. Mi ez? Mi ez egy teve, ami megy. Ha most hozzáérsz és be fogsz ülni, akkor nagyon mérges leszek, mert most éppen... Akkor beszállok. Megvárom, hogy megtanulok. Jó, kipróbáltam, légy szíj, hagyj ügyem el. Szállj le, ennyi. Egyém! Több személyes, nem. Nem, egy. Hagyj menjen, Michael. Jó. Nem fogadott szót a csávó. Nem is tudok most beleülni, mert beleült. Na, erről van szó. Ez az. Jó. Ez belőhetetlen? Van üzemanyag a kutamon? Túrót csak akkor nézem meg, hogyha... Tudod? Money! Revive 385. Nézzük, van-e a túrós Lykoilon üzemanyag? Amúgy egy több dolog is történt elvileg ezen a benzinkúton, például most már állítólag nem robbantok föl ettől a szartól itt. Hát vagy igen. De ez csak teszt volt. Oké. Jó napot. Azt a kurva geci. Uram, megmondanám mennyi benzin van ebben? Azt a kurva is a faszát, mi történik vele? Bocsánat. Megmondanám mennyi üzemanyag van ebben a benzinkútban? Hát én nem értek hozzá, de tankolni sem bírok. Várjon, mindjárt megoldjuk együtt. Ha most van 5600. Jöjjön, mutatok valamit, jöjjön, azt hiszem, ha ide jön, jöjjön. 5621. Gyere, mutatok valamit. Mi? Nálad itt írja a izét, a munkás szépét. Gyere közelebb. Várjál, gyere. Gyere. Mi a munkás szépét? Rúgj rá a palaszra itt. Nem meg. Nem, csak rúgjál rá, és akkor elvileg az alatt van egy szépét. Aha. Ezt így hívják, hogy Thai Bakhtari. Csicsi! Na jó van. Aha, na a Sixtus, yes, már. Tesszú, ez a legjobb benzinkút a városról, geci. Ez a legjobb benzinkúton. Megveszem. Na mennyi van a kúton, néztétek? Aha. Azt hiszem 5625. Jó, akkor még tele van, jó, köszönöm szépen. Ez nem az én kocsim amúgy. Beszoptad Sixtu. Az misiben megveszem ezt a... Tudod mit írtál nekem, amikor szintén így kerültem közire? Dolgozz le! Úgyhogy hát... Dolgozz le!
Dolgozz le, Sixtusi! Maráljon nagyobb csőhátulját! Fihet, fihet pirosan a szövege! Dolgozz le, Sixtusi! Dolgozz le! Várjál! Megint irogasz, borsó! Fenyítgessük a borsót! Admin chatre való? Admin chatre való? Dolgozz le, borsok el, kiment repon és berakta az embert közére! Dolgozz le, Sixtusi! Jó szívem! Micsoda? Jól kiszedte őket, ha verje volna jól? Nem is szedtem ki senki, csak egyetlen egy ember. És azt is fölrivály voltam. Na, hogy nem tudom irányítani. Nem tudom irányítani ezt a kurva tevét, geci. Ezt kéne a test szerveren behandlingelni. Menj ki közi hajóra. Várjatok cselt, hát nem tudom irányítani ezt a teve faszt. Mi a... Kurva Isten fasza történik itt. DV... Nem is tudok írni sehova. DV 439. Jó. Kar 439 mini tank. Mi a... Na ez kéne a Revolution-re egyedinek nekem. Ez kéne a Revolution-re egyedinek. Hol egy player? Akarok neki mutatni valami. Ponykart még mindig nem rak, nem, mindig geci, elfelejtem állandóan. Ezzel lehet lőni safe zone-ba? Hagyjad már. Hol egy olyan safe zone, ahol sokan vannak és mégis idegesítő lenne, ha egy mini tankkal lövöldöznénk az embereket? Nem a főpublik, az mégis annyira feltűnő. Ez te so, itt ez jó lesz. Tökéletes. Bazd meg, nem lő. Jó, de? Luke, várj! Soszi. Cserélem egyedi meg. Szerintem, adok érte egy BF Nitzel, megfelel. Nem lehet lőni, de nem halsz meg benne, az a baj. De szénzónon kívül se halsz, hanem az, ezzel akartam eventet szervezni. De nem halnak bele az emberek. De például... Mi a fasz? Mi a fasz? Mit csinálsz, ember? Mit csinálsz? Mi a... Mi történt? Mi a... Ez ennyire működik? Ez ennyire működik, ahogy látom. De, más, de másik mini tankot nem tudsz vele elpusztítani, nem? Nem, nem, azt szerintem az a heavy taktikálék próbálták. Baszki, pedig eventet lehetne vele csinálni. Ó, fejem. Darkus, köszönöm szépen a 100 videt! Az Isten áldjon! Mit történt? Dark, az IC üttel. Itt a kásed. Ezzel kéne bujócskálni. Na, az a baj, nem tudjuk megcsinálni, nem lehet. Azt akartam, hogy másik mini tankok lőjék ki a többi. Mert Majoros nem tudja megcsinálni. Valaha Istenem. Nem, mert Jacko más szabályozza. Hagyjuk már, érted? Anti-cheat, tudod? Más szabályozza. Ja, anti-cheat. Nekem is adsz egy izét. Anti-cheat, ami... Anti-cheat. Anti-cheat. Tegnap is jól működött. Jól működött. Azt nem lehetett volna megfogni már az évelesomásra. Üdös kurva. Macska Jancsi. Mit mondtál? Amúgy visszatérve ezekre a modderekre, gondoljatok bele, hogy van egy faszi, aki egy sötét szobába ül és egész nap azzal kísérletezik, hogy hogy tud szervereket feltörni. Az miért jó valakinek? Van itt modder a szerveren? Itt vagy szerveren? A szerveren biztos, de a chaten. De ilyen most ilyen elhivatott modderekre gondolok, tehát nem ezekre a kopter menüsökre. Hanem erre, aki rendesen leül és irogat ilyen, nem tudom, megpróbál feltörni szervereket, geci. Nem tudom, mit kell csinálni, Fekete Horizon betört. Az a baj, nem, mert nálam működik minden. Nálam a PP shop is működik, és nálam elvileg van, akinek lesz se jó. Nálam a PP shop is megy, tesó. De nem chillezel, ha feltörsz egy szervert, geci. Abban mi a chill? A chill az, ha kivered a faszod. Az chill. De most az, hogyha föltörsz egy szervert, az mitől chill? Vagy nem tudom, lehet, hogy én vagyok túl boomer már ehhez. A chill nekem a... Az... Amikor... Így nézel, hogy nem történik semmi, hiába ráncigálod. Ez a chill. És akkor most mi lett a vége? Az nagy lábszag van a szobában. A szádad, geci.
Jogtalan közi, most az egyszer ötönök kerültem közére, nem kurván Shannon, azt mondja, senkit sem basztam át, de Borsa nem állt elég közel a cseréhez. Ezért mentem a lecs, buktam a cuccaim, ezért panaszt szeretnék tenni majd Hamurára. Figyelj! Várjál! Várj még! Nézzétek a reportot! Ne, geci! Kivették őket! Ne! Beírtam, hogy videó van! Reportot azért olvassátok még el. Ugye? Videó van. Videó van. Nem néztük meg a videót az esetről. Járja geci. Most a Szixuszi. Ott a Borsó. Borsónak egy szavát se higgyétek el. Igen, sokkal többiek nem akartak ilyen senkit, szóval én tartom a hátam. GG Sonic. Várjál. Videó nélkül ítélkezett. Várjál, ítélkezett. GG. Hol van az előző? Dolgozz a Sixuszi. Adni kérte az ő felelősséget. Szuper lét neked, hogy jó a PP shop? Nem tudom, chat, nekem a izé is működik, a... Nekem működik a PP shop is, és a betöltőként. Nem lehet azért, mert nincs erisédem? Most lehet, hogy hülyeséget mondok. Lehet, hogy hülyeséget mondani, nem lehet, hogy azért, mert nincs risédem? Van, kinek van risédje? Bétán van a 5M, mint nálam jobb felül látjátok, hogy bétán van, és nem működik semmi. Akkor csak, hogy kizárjuk valamit. Textúra pektől nem lehet, mert gyakorlatilag most mindenki azt használja nagyjából, amelyik nálam van benne, nem mindenki, a darások nem, de aki kicsit máshogy játszik, az általában most ez van benne nála. Nekem sincs ris, akkor nem a risséd az. Akkor nem tudom nekem miért jó. Nekem nem jó miért, nem jó. Nem tudom nekem miért jó. Nem tudnám kitörölni a szerveket, utána szerintem neked sem lenne jó. Hallod, én minden nap kitörlöm error. Minden egyes este kitörlöm, mert olyan szinten küzdök a tárhelyekkel az SSD-ben, hogy sírni, nem tudjátok elképzelni, hogy mi történik. Eleve nem tudom ezt a tünetet megmondani nektek, mitől van, hogy az SSD-m az 190 gigáról kezdődött, úgyhogy akkor már mindent föltelepítettem rá, és valami zabálja le folyamatosan róla, olyan, mintha egy túlnőtt disznó lenne az SSD-ben, és folyamatosan zabálná le a memóriát róla. Ezért minden este cache mappát törlök. De tök mindegy, mind a kettőt kitörlöm, minden este error. És hidd el, hogy nekem úgy is jó. Ha most így kitörlöm a szemed láttára, akkor is jó lesz, ha visszalépek. Egyszerűen... Most nem akarok itt semmit, szar a gépetek. Nyilván ez a baj. Nyilván. Mindig ezt írjátok meg is a cseten, nem? Szar a gép. Most ugyanezt tudom nektek mondani. Szar a gépetek. Ezt szokta az összes szakértő beírni. Ugyanezt tudom mondani. Adtok F7. Valahol. Szar a számító. Meg annak is, akinek 300.000 forintos processzora van. És 200 millió forintos izéje. Videókártyája. Olyan 370 az tényleg egy szar, mondjuk. Most te közben error. Ezután a mondat után. Most error. Hogy lehet, hogy... Mi az, hogy szar 370? Mi az? Hogy képzel? Itt vannak a radeonosok a cseten? Itt még van egy radeonos is a cseten. Túros Pécinek hívják, és ő nagy radeon rajongó. Véres, kaphatok egy bringe? Nekem 470 nem van. Gyerekek, az is, az már egy jó kártya. 460? Bassz, mikről játszott? Milyen riggekről nyomjátok ti, tesó? Mindegyiket kitörlöm error, mindegyiket! Mindegyiket!
Mindegyiket, minden este. Megkérdezheted a Mónikát. Az orra előtt szoktam törölni. Meg a cashmappát is. Véres annyi nem tűnt, hogy formicskony. Hello, itt lennék. A radeonosoknak kérdezem, hogy nektek működik bármilyen játék, amire rákattintotok és elindul? Mostanában azt olvastam, hogy nem túl megbízható a Radeon. Minden működik? Heavy, neked is Radeonod van. Na várja, mondja, most melyik a... Most esküszöm mindenre, ami szent, hogy én is egy Radeon kártyán gondolkozom. Ez ugyanaz, mikor szittem a Fortnite-ot évekig, és elkezdtem bele játszani. Szidom a kaszinó streameket, és lehet, hogy egy nap kaszinózni fogunk, és most szittem a Radeont éveken keresztül, és lehet, hogy én is a Radeon kártyát fog venni. Egy a bajom vele. Egy a bajom a Radeon kártyákkal. Hogy a support rájuk akkora egy szar. Tehát a... Kijön egy új játék, az Nvidia abban a percben már dobja ki vele együtt a driver frissítést. Kijön egy játék, és a Radeon az rá egy 3 évre ad ki rá egy driver update-et. Tehát nem tudom, tesó. Csak egyszerűen annyi helyen olvastam már, hogy a... Egyszerűen a Ryzen procival egy Radeon kártya csodákra képes. És az Intel meg az Nvidia-val jó, nyilván a GeForce kártyákkal. És ennek akarok megfelelni, hogy akkor legyen a Radeon kárt, de annyira nem bízok a Radeonba, hogy nem tudom nektek szavakba önteni, geci. Mert én minden új megjelenésű játékkal játszok. És... Ez csak urban legyen? Hát nem hiszem. Az a baj, olyan emberek is mondják ezt, akik effektíve értenek is a számítógépekhez. Úgyhogy nem tudom, hogy most Zico, nem azt akarom mondani, hogy ott a szobádban nem vagy ennek a szakértője, de lehet, hogy aki rendes ilyen hardware-en olvas, ugye milyen hardware oldalon olvas, és ott is azt írják, ha lehet, hogy igazuk van. Csak a Ryzen és az Nvidia? Nekem is ilyen párosításom van most, csak ki akarom próbálni ezt. Ki akarom próbálni ezt. Csak nem bízok a Radeonban. Nem. Megvennék a Radeon kártyát, elindítanám a gépet, és ilyen lennék. Kiírna egy játék, és kiírna, hogy error, geci, és lecrash-elne. Nem merem. Kiszedsz 50 van vissza, véres. Dehogy szedlek, geci, és nem is lehet 50 vissza. Szerintem 100 van még vissza neked. Egy hét általában AMD válasz ideje? Én nem tudok róla, én nem tudok rá panaszkodni. Jó, most mi mást mondhatnál, most hogy az van neked? Mi mást mondhatnál? Kéne nekem is egyet. Nem akarod átküldeni a tiédét túros egy hétre, kipróbálnám? Aztán kisül, de vissza fogod kapni. Hardware adok, szerintem még mindig azért irkelek, mert régen olcsó volt, és ők még mindig azért veszik ezt. Hát nem tudom, úgy szerintem most lementek jól amúgy a hardware árak. Mindent félretéve most kicsit azért stabilizálódtak. Azért két évvel ezelőtt nagyon szar volt egy videókártyára, nem is tudom mihez hasonlítani, ilyen konkrétan ilyen, nem tudom bazdmeg, ilyen egekbe voltak az árak. Nekem is azért került például ebbe a gépbe is, hogy 1660-as, nem pedig egy baszott jó, mert egyszerűen ez 1660 is akkor, nem is tudom mennyiért vettem, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy nem mondok árat, de nem volt olcsó, ez a szaros 1660-as se. Ez abban az időben volt, amikor akkor lett összerakva ez a PC, először, mert azóta már minden más benne, tényleg gyakorlatilag csak a videókártya ugyanaz, meg a RAM. Akkor rakták össze, ez mikor volt? 4-5 évvel ezelőtt? Akkor nagyon dübörgött még ugye ez a kriptó, geci. És olyan árak voltak a videókártyáktól kezdve mindenen, de főleg a videókártyák, hogy nem tudtál hozzáférni rendes áron, geci. Most már hozzá lehet férni nagyjából mindenhez, kicsit barátibb azért az áruk. Most is van még egy-két kemény komponens, ami drágán adnak, de azért... Jelentősen könnyen most összerakni egy fasz a PC-t, mint 5 évvel ezelőtt, geci. Mostani árfolyamban raknám össze azt a PC-t, amit akkor kellett, akkor sokkal jobb gépet sikerülne összerakni. TP-ez rá a Dorinára? Minek? Ráspektételünk, az bőven elég, nem fele... Én pont ott levárom, ott ajaj. Mondta, hogy nézd rá a Dorinára. Ajaj. Ki ajaj. Mondta? Ajaj. Mi ez a hely? Ne! Dorina! Már itt tartunk? Ez hol van amúgy? Sem.
mondtam. Mi ez a hely, geci? Ez hol van? Mi viszi ide le? Ezek hol csinálják ezt? Ennek a frakciónak van olyan hangárja, mint a Grove Streetnek? Simi, feldobod a saját frakciótársaidat? Favágó alagút. Ja, tudom már, geci! Tudom már, tesó! Milyen mérálóra már a frakció? Ezt az itacsit, ezt nyomjátok már ki ide, mint a rossz pattanás, milyen elárulom? Rászpekeltem egy emberre! Természetesen most megnézzük, hogy hol van ez a hely. Mert érdekel. Tiltsátok már ki ezt a droidot, most már kurva anyázik is. Lőjétek már ki innen ezt a droidot. Itachi, bazd meg. Degenerált. Na várjál. Hol van? Hogy kell oda lemenni? Ez az, amit rá lehet nyomni itt? Ez lenne az? Ez lesz az, geci. Ez lesz az. Beljebb nem megyek. Itt amúgy erpésztünk már egyszer egy kurva jót, csak mondom. De ezt amúgy rendes használja valaki ezt az interiort. Ez amúgy a város melyik részére spónolja le ezt a helyet? Megpróbálok kiszállni belőle. Ha? Itt egyszer voltunk RP-zni nagyon régen, és az is akkor volt, mikor nem tudtunk feljutni a Moncsirát tetére a lakókocsikkal, és nem tudtuk feljutni a lakókocsikkal, és konkrétan egy óráig kóvályogtunk a világ közepén, és úgy jutottunk föl ide, hogy rányomtam véletlenül erre a C-per, és ugyan ott is körbenéztünk még, és így született meg ez ominózus pillanat, mikor két órán keresztül mentünk fel a Moncsirát tetére. Elvettek a kocsim, és benne volt egy AK-74, visszakaphatom? Nem, tudom. Kocsi eladás. Spek engem. Simi feldobta a saját frakcióját, hogy hol van az ültetési rendszer. Simi. Itacsit meg kiderítjük, melyik IC, és őt is kivágjuk innen a faszomba, a szerverről is, nem csak a chatről. Itacsinak leáldoztak, ez volt az utolsó napja itt fönn. Mi az ideje az Itacsinak a játékba? Dobja föl valaki? Rárepülök. Megfenyegetem. Megfenyegetem. Marci, kocsi eladás. Ennek meg segítünk. 439-es? Köszönöm szépen. Csáááá. Jó napot kívánok, uraim. Mit adunk el? Én eladom az úrnak azt a sárgát. Igen? És a másik úrnak azt a szürkét. Jó, hát akkor ide hátrébb állok és mehet a tranzakció. Rendben, köszönjük szépen. Szürke? Jó, várj, közelebb megyek. Be ne vágja közmunkára, mint a Sixtusit. Mehet? Ez... Nagy gyere. Jó. Jó vagy, Márk? Kicsit szédülsz. Most már jobban na, vagy? Uram, akkor jöjjön oda, aki jövök. Szürke köcsés. Srácok, jelleg szépen arrébb mentek. Mindegy, arrébb állok. Jó. Arrébb állok. Jó. Milyen nagy csúcsforgalom van itt most az Albert, Jóci telep. Albert. Most mi történik? Hogy laggolok amúgy ezen a telepen, tesó? A sárga nem pép és nem a szerelő telepes. Csokesznek Oriontól üdvözle? Hol a Csokesz? Megafonba mondjam neki? Csokesznek Oriontól üdvözle. Csokesz. Próbáld bezárni. Rendben. Meg vagyunk? Nagyon szépen, köszönöm. Meg vagyunk, meg vagyunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó. Miért laggolok ennyire ezen a telepen amúgy? Ez régen is ilyen laggos volt, mikor először bekerült a szerverre? Végén van videó. Most ezt kihagyjuk. Rakd be közire a csávot. Miért? Melyiket? A 439-es az én vagyok, tesó. Az én vagyok. Az én vagyok.
Hiszen a bolt 250 méteres körzete rezárva. Melyik? De én vagyok a 439-es öreg, nem basztok át megint. 439... Melyik volt? Pedig már amúgy most már ki van javítva elvileg a térkép, ez igaz ez a legenda? Igen. Most már ki tudják írni, hogy melyik boltra mennek rabolni, állítólag megjavult tényleg ez a térkép, tesó. Meg lett javítva a térkép. Én nem tudom, hogy sikerül, de két év után most először működik rendesen a térkép. Megnyitom még egyszer, hogy elhiggyük a saját szemünket. Aha. Hagyjuk inkább, jó? Várjál, ha kijelölsz valamit, akkor működik? Működik, csak rá kell jelölni valamire. Nem? De amúgy most nekem működik, geci. Aha. Nem kezd el vibrálni meg semmi. Aha, nem szóltam. Visszavonok minden, geci. Kurvára nincs megjavítva. Hébe-hóba működik, és hébe-hóba nem. De nem, ha van jelölés, akkor bugos. De nem is tudsz belegörgetni, tesó. Nézd meg. Maki úrfinak köszönöm a followot. Nem tudsz belegörgetni se. Hagyjuk is a faszomba. Garrison fönn van, ő biztos ott van a rabláson. Ránézünk. Nem ezt akartam megnyomni. Ki se tudok lépni belőle, baszki. Dashboardba akartam belelépni. Nem is a dashboardba akartam belelépni. TX. Players. Garrison. Nincs fönn. Mi? Ő fönn van, 244-es. Spectate 244. Admin ügy! Mondjatok már egy PD-s ID-t. Egy PD-s ID-t kell. Olajos Ferenc, ő melyik lehet? Kérek healt közihajón. Heal 420. Egy PD-s kéne, 386-os? 38, várjál. Spectate 386, ja. Jól kezdtem el. Azt tudjátok, össze. Hogy mehet a tárgyaló. Itt van a Garrison, geci? Itt van a Garrison. Ráteleportálok a 386-osra. Menjen, hölgyem! Uralja majd a helyzetet! Go to... Várjál, invisible. Go to 386. Így, itt jó vagyok. De gondolj bele, az őrmester betanítja a vezérezredest, vagy az ezredest szóba isztetni. És tudod mi az őrmesterve? Simura Kai. Simura Kai? Simura Kai. Voltam a feletteset, voltam te szúty. Hol voltál a felettese? Ő Karsinek átja. Tárgyalások vannak? Jó, egy darab túlszalam? Túlsz adja az akcióparancsnoknak. Igen, egy darab. Túlsz adja az akcióparancsnoknak, egy darab túlszuk van. Van, van tömbe a szája? Súnyákat mondani, hogy bekötöztük, és mégis mozog és beszél. Tudjuk, hogy túlsz vagy. Persze, persze. Melyik nem bír magával? Szia. Jó napot. Ki írt a report? Szoszter, mi? Ja. Mi a baj, Dezső? Pókember. Igen, Dezső, mondanád, hogy mi a gond? Itt vagyok. Opa. Igen. Na, volt, várjatok, rádiócsend, itt a véres, légy szíves, rádiócsend. Ki, melyik? Melyik? Mutass rá. 490. 490-es nem marad csöndbe? Be van kötözve és meg van kötözve? Igen. Micsoda? A szája be van tömve? Be van tömve, én betömtem. Betömtél? Mit tömtél be? Hülye gyerek, szálda, eljöttél, bazd meg, izé, rántottad a fegyvert és semmit nem megkértél le, 10 éves takony. Szépen beszéljél most már, jó, nyugodj meg. Túsz, túsz, léci. Véres, nincsen semmi fara, csak itt túl vannak pörögve a társaim, az benne, hát tisztelt, lenyugodott ő is mindenki. Igen? Jó, akkor tovább megyek. A hóbolyó a királyát. Jó, viszont látásra. Várjátok, itt maradok spekelni, ez jó lesz a sok. Ez jó lesz, ez jó lesz. Faresz. Ez jó lesz, geci. Sokat! Mit izél pofázhatatok? Amúgy ilyenért már lehetett volna közi adni neki. A bácsinak. Adnék én neked testvérem, de hát mindent elvettek tőlem. Ja? A bácsinak. De most be van tömve a szája, vagy nem? Köszönöm szépen. Onnan figyel a drónos.
Felrobbantunk valakihez! Be van tömve! Press G2Call ambulance. Igen. Neked miért külsős neved, mert nem tudod, mint nem tudod. Ambulance. Várjál, gyere. Szóval nyomd meg a G betűt! Nem szednek fel. Hát ez az! Jó. Csak úgy lelőnek. Jól van, mert a 20 gételt utaltam kérnek esetleg. Jó, most már virágaladár viselkedni fog szerintem. Legjobb, mikor ez a párosítás fel... Nyomj erősebb. Visszamegyek a izére, a rablásra. Hooper például. Az normális? Sétáltam és elütött a srác szinkronból elvileg. Jó. A legjobb, amikor ez a párosítás veszekszik. Mire gondoltak a kisfiúra meg a családapára? Azt tudjátok, hogy melyik a... Megvan róla a hangfelvétel. Szerintem a parancsnoknak. Van szöges vagy bármi lerakva? Gatyámba. Az a sölgy bordiba. Gatyámba van a szöges. Egy kicsit köszön. Akkor még nem volt olyan szabályban, hogy nem szabad beszélni. Szóval tudjuk a hajlamait. Hogyha akkor is már olyan szabályban. Hogy rögök valamelyik geci? Hát jó, mint a kis gyerekek az meg ütövettek. Na, te kit ütögetsz, te kopal? Aj, bocs. Mi az a vanilla felett, az merre van? Hát a vanilla. De hát az a vanilla, nem? De melyik van a felett? Vanillától felfele, nincs ilyen, ilyen orientáció ebbe a játékba. Mond. Nagyon lankolok ebbe a boltba, tesó. Vanilla fele. A vanilla felé az merre van? Vanilla fele. Vanilla fele és a lefoglalta fele. Vanilla fele és a lefoglalta. Boltból kinézz a balra! Ezt mond! Két tárgyaló van benn, robbanás geci miatt. Oké. Kell reportot írni, de robbanás miatt nem fogja fölszedni. Csak a szöggel szedette fel a kocsival, nem kell odébb állni. A kocsival úgy álltak, ahogy akartak. A kocsit, az kész. Na. Ja, az jó, át akar vágni majd a rendőr sorfalon. Mondjuk egy FJ40-nel van. De azt várjuk meg, amíg beszáll a kocsiba, és utána állj rá, vagy nem tudom. Ez így szarul fogja kiadni magát. Hát mindig, akkor állj rá, jó, akkor állj rá. Mire álltak rá most? De miért nem akarnak ők rendes üldözést? Miért nem kergetik? Az nem fán, mint körbe-körbe menni a kockatén és igazoltatni ugyanazt az egy bolidot? HE?! Mi a ki is jött a csávó? Melyik nontek állhatod belé? Hova mész? Te hova mész a poolboxból amúgy rajt? Hogy elkülted? Hova mész a poolboxból? Mi is akkor? Mi a... Jó, végül is kijutott. A maga módján. Végül is kijutott a maga módján. Nem kopattak be ezek! Azt a kurva. Gyerünk kis csávó! Mészáros Máté! A Mészáros Bence öccse! Hová mész poolboxból? Vagy szemben, aaaah! Hova megy fel azzal a szarral? Ez jó lesz, tesó. Menjen már rá a földútra, geci! Nem tudnak utána menni, bazd meg! Mit csinál? Kioszta az elfényemet, és nem használja ki a földutat. Itt most... Csapjon f... Mi a... Mi a faszért baszták ki egyből a kerekét a csávónak? Mi a picsa? Végül is megúszta. Jó. Nem tudom. Amúgy még nem durrant le a kerekeny, akkor kurulhat még, amíg a rohadt felni nem látszik. Mi? Most durrant le. Jobb hátsó is le fog durrani, vagy csak a jobb elsőt találták el neki.
Andriskának köszönöm szépen a followot, üdvözlő, csak a jobb elsőt lőtték ki neki. Azt hittem kettő durrant ki a faszinak. Az jó. Végül is. Biztos nem néz. Szerintem ő nem néz, nem? Miért beszél magával? Nem tudom. Ja? Nézi a streamet, tesó? Jó, akkor legurulok. Ja? Az jó. Laki királyért tud segíteni, hogy hogyan kell ezt csinálni? Mi? Jó, a gáz, de így gurul az autó. Aha, ez néz. Jó, nincsenek. Easy clap! Ajjaj. Aj, geci. Erre megy. Lassan megyek, már egyet tovalljuk a rá. Lassan megyek, mert az egyik ki van lyukadva. Így kéne nekem is streamelni. Sziasztok. Egyik kerekem lyukas. Most lassan megyek. Sziasztok, hogy vagytok? Miért? Lehet, hogy csak így RP-zik. Arra nem gondolt senki, hogy esetleg valaki RP-zik is? Hébe-hó vlogger. Tényleg, geci. Videovlogger. Videovlogger. Arra nem gondolt senki... Oh, és rendes neki áll szenvedni is. Oh, ez egy videovlogger. Videovlogger. Nevet szeretnék változtatni. Jó? Bug, nem látom a közélet, és miatt nem... És ez miatt megy fel a közém is, és nem tudom ledolgozni. Resizni kell. Amúgy ez jó szöveg. Sziasztok, nem tudom dolgozni a közmunkát. Kivesztek? Nem működik. Egyszer hiába nyomom az E-t, bazzeg, nem megy. Nyomom az E-t és nem megy. Nyomom az E-t és nem megy. És így érzem magam. Nyomom az E-t és nem működik a közmunka. De nem oldja meg neki, nincs közi hajó. De az, hogyha nála nincs közi, hogyha szerveren 200 embernek van, akkor az azt jelenti, hogy nála nem stimmel valami és nem a mi dolgunk megoldani, érted? Hol volt a reportja? A textúra pekken is szerintem lehetne valamit csiszolni, hogy mondjuk ezt oldja meg ő. Tehát ha 200 embernek működik és egynek nem, akkor általában azt a többséget kell vennünk, tehát a 200 emberre működik, tehát nála van a gond. És nem hiszem, hogy innen egy reportból meg fogjuk tudni oldani nála ezt a technikai gondot, hogy nem látszódik egy alapvető propa játékban nála. Esetleg vegyek ki a tetves textúra pekjeit, vagy valami hasonlót. Így nem lesz kész ez a közi. Kiültetett már füvet. Hallottál az régi Miklós vagy? Nem. Sonic. Ültetett már IC drogot. OC, nem tudjuk még. Hát igen, azért mondom, hogy vegyek ki a textúra packet, és akkor lesz jó. Le is írom neki. Ha már valaki lezárta. Oksi, akkor ma... Mi? Nyitva vagyok. Makesz azt mondta, hogy változtatok és megcsinálj nekem. Nem változtathatsz. Illegálban CK-t kapsz, arra jár a névváltás. Atszó. Nem felrobbant az FBI központ, hanem feloszlott. Elvesztetted a munkádat. Munka nélküli lettél. A neved nem változott. Ez így... Összes 9-es ID volt ő. Mármint melyik? Ja, várjál, én mindig a Mészáros Mátét nézem. 439. Akkor valaki tudna jönni, mert nem tudom, hogy hogy kell. Mit hogy kell? Kábítószert ültetni? Fogalmam sincs. Van nálatok szar? Trágya? Víz? De nem is írja amúgy, hogy kéne hozzá ilyen tud. Víz,
Az van. Jó, metszőolló. Az nincs. Szar. Az sincs. Jó, akkor ezek kellenek hozzá, és akkor utána mehet. Jó, trágyába kell ültetni? Nem, hát az is kell hozzá, hogy tud gondozni, mert amikor elülteted a magad, akkor amikor gondozni is kell. Aha. És a szarral kell. Ennyi. Hány többi, nem tudom, a többi részt der is ki így szél, hogy ezt is ki kellett. Jó, okés. Jó, Haller. Okés. Na, nem kell trágya? Dehogy nem kell. Akkor mi a fasznak van a trágya még benne a játékban? Rendőrök nem írtak ki, hogy hány túlsz van. 5 perc eltem, azt mondom 7 az elindítás után, és azonnal behatoltak. Mi van? Ezt hogy kell értelmezni? A rendőrök nem írták ki, hogy hány túlsz van. Ja, hogy nem írták ki a gobot, hogy hány túlsz van. Kerry úr, nagyon jól nyomtad. Nyilván nem nézted a streamet. Mit ettem ma? Egyetlen egy pizzát ettem. Szerintem 4 órával ezelőtt. 3? 3 órával ezelőtt. Ennyi volt a mai öcsike, úgyhogy jó lesz, hogyha hozzá segítesz a vacsorához. Öcsike, segíts a vacsorába. Írd be a felkiáltójel donétet, és tegyél valamit. Tehát, nem írták ki, hogy hány túsz van. Maga nem volt a túszos gov. És 5 perc telt el a maximum 7 az elindítás után, és azonnal behatoltak. Ezt megnézzük, gyerekek. Cső. Revive 4.33. A bátyja. Várjál. Nincs biztosítva a bank, mert admin ügy van. Jaj, bocs. Jó. Azt mondja, hogy itt vagyok, igen. Ja. Tehát, hogy nem gobolták ki a rendőrök, hogy hány túsz van, hanem azt gobolták ki, hogy behatolunk. Oké. Okay. És van videóm is. Tehát ezt jó, nem értem. Jó, hogy elkérdezek egy rendőrt. Rendben. Mit tudom én, Brink 64. Itt mondd el neki is, hogy mi történt. Hello. Akkor. Nem goboltátok ki elvileg, hogy hány túsz van és behatoltatok. Mert, szia, azért, mert ki felelővöldöztetek. De kezdjük ott, hogy egy társam kifele nem tudom, hogy mit csinált. Azt láttam, hogy le lett lőve, de utána meg... Ez akkor sem azt jelenti, hogy izé, de nem is lövöldöztünk, se a társaim. Bárjátok, itt van az, aki fején lőtt egy embert. Én lelőttem. De akkor... még mielőtt behatoltunk. Tényleg elsőt, azt srácok, aki fejbe lett lőve elvileg általunk, azt igen, hozzátok tudom. Már, vagy mondjatok már egy idét, mert akkor kiderülne, hogy melyik csapat. Nem lett lelőve senki. Na hát akkor meg. Csak kifelé lövöldöztetek, meg kijöttetek és fegyvert adottatok ránk. És behatottak úgy, hogy benn voltak még túszok? És megmentettek az összeset. Aha, értem. De mondjuk az nem para, hogy lelövik őket? Nem tudom, az vagy volt egyébként. Hát de biztos, hogy nem lövöldöztünk ki. Igazából annyi történt, hogy kilőttetek bankon kívül, és igen, akkor de... elég, és akkor izé hatoltunk be. Most ezt visszanézem a videón. Jó, nézzen. Úgy is tudom, milyen döntés hozok, már újra nyomják az egészet. Addig be se akartam hatolni, mert... Hát az jó lett volna, ha nincs hatolás, úgyhogy benn vannak a túlszok. Gondolj bele, ha itt éppen az édesanyádat tartják fogva, akkor lelövik, hogyha behatolsz. Vagy az enyémet, vagy bárkiét. Idehozom a hullákat, Atti. Ja, Guszti, miért legelhettél volna? Miért legelhettél volna itt, hát mikor engedélyezted a behatolást? Nem, én nem engedélyeztem. Te ellene voltál? Én nem. Nem, én mondtam, hogy én nem járulok ehhez hozzá, valaki más döntsön, aki itt volt. Akkor itt most valaki nagyon faszolni fog, Guszti, ki engedte a behatolást? Tudja, jó, hogy... Direkt mondtam, hogy én nem fogok bajba kerülni emiatt, tehát... Én akkor jöttem ide, amikor már behatoltak. Ki adta ki a behatolós parancsot? Véres? Igen. Nálunk az volt, hogy a egyik fasz rám tartotta a fegyvert, így át, mint a fasz rám tartotta a szőbe lőtt. Azt onnantól kezdettem mindenki talán. Visszanéztem a videón, egy darab lövöldözés. Az egyik őtök rám tartotta a fegyvert, és utána lőttem fel. Őszintén szóval kétem, hogy senki nem lövöldözött ki, mert random nem szoktak behatolni, hogy annyit használjak az LSPD mellett, hogy sose szoktak random behatolgatni. Ez a legjobb az egészben, 3-3 sorni vált rádion, Visi tudott, hogy lőnek ki fel a bankból. Én hát voltam az első halott, véres. Hát, hát. Jó. Az volt, ja, lényeg az, hogy egybeszélni, le tudjuk rendezni. Igen. Én voltam az első halott. A saját anyáddal példálózó. Nem volt ki. Hogy egyszerűbb legyen megérteni a szituációt. Mert a sima túsz valahogy nem elég. A kocsin.
Igen. És megfogták, és lelőttek. Instant. Jó. Nekem most azt kéne kideríteni, hogy melyik volt az... Semmit nem aki... kell már kideríteni, mert csak el fog menni 3000 óra azzal, hogy megállapítsuk, hogy melyik degenerát lőtt ki az ajtón, úgyhogy újra fogjátok csinálni az egész rablást, és kész. Jó. Itt vannak még a túszok? Nem. Mindegyik mennyit, nem. Mennyi túsz volt? Jó, mennyi túsz? Jó, akkor ezt most igazoltva visszakapjátok azt a 4 túsz, és lenyomjátok jó. Újra az egészet normális. Akkor véres. De a fegyvereket akkor... is adják vissza akkor. De... Állam vannak a fegyverek. Jó, akkor sajtos Emilio visszaszolgáltatja a fegyvereket. Véres. Kidobtam, igen. Kimeltek gyors a cuccokért? A kocsiba maradt egy-két dolog. A kocsik azok már nincsenek, itt a túsz az elvitt. Elvittél túsz az összes kocsit. El lett rakva. Azért kimeltek. Aha, menjél. Mit csináljunk a kocsit? De mit csinálsz ki, ha nincs kint a kocsi? Most mondták, hogy nincs ott a kocsi. A ráka belütélet akkor, aki elvitte. Majd hozok neki vissza a cuccot, nem kell. Lenyomjátok az üldözést, normálisan az kész. Akcióparancsnok felel ilyenkor. Jó, most nem vagyunk most itt véres szájúak. Jó, várj, bocsánat, nyomtam a gombot. Jó. Ki volt az action parancsnok? Kanányos, te voltál? És nem volt senki. Ja. Tehát még el se kezdték a rablást. Annyi történt, ide jöttünk, ide autókáztunk, kijött, iszalt 3 Tech9-os ember, elkezdett arra. Menjünk ki, átnézzük a kocsikat, hogy kellene nekik leívni valamit, meg ilyenek, aztán nyomjátok újra. 5 cápás volt, abból maradt egy. Akkor innyi elintézzük nekik. Á, de jó. Nem tudom, hogy zápasuk volt, de egy nép biztos. Várjál. Ezért lett leadva most ez a frakció. Na mi a helyzet? Na, sám, elvileg megvan minden. Megvan minden a robbanószer, minden ami kell? Persze, hogy látom a kocsik, megvan. A kocsik kicsit eltűntek, úgyhogy azt vissza tudom ide leívni. Nekem az is jó, cápás csak cápa legyen. Jó, cápa az lenne a legjobb, köszi. Mennyi tűnt, várjál. Mennyit hívjak le, mennyit tűnt el? 5 darab kávé? 2, kettő vagy 3. Dehogy is, 4, Paret. Milyen 4? De 2 cápa itt van, tehát 2 tűnt el. Ja, nem hát akartál baszni Bobby Szekics. Jó, akkor most ezért vagy nem csak ő fog közünk átadni rá, hanem... Én rohadjak, majd fejbe lövöm. 4-9-8. 4-9-8. Többi cápásokra kell fix, vagy azok rendben vannak? Azok rendben vannak ránézésre, jó? Igen. Mi a cápás lehívója, gyerekek? Várj, hadd gondolkozzak. Nem jut eszembe a neve. Hurábé. Hurábé. Hurábé normál, igen ez az. Lévok egy plusz 1-et. Mert talán nem lesztek meg. Jó, tetszék. Véres. Igen. Srácok, csönd. Kellene még egy darab C4. És ennyi. Egy darab C4. Azért mi a lehívója? Hát... Mindjárt jövök! Nárja... hol van? Hol az illegálbolt? Szeretem az anyukádat! Köszönöm szépen! Itt van. Jó... Oké... Így... Az ilyen beatolásukkal mindig az a baj... Hogy nincs nálam pénz, geci, ez a baj a beattalásokkal, faszom, hogy nincs nálam pénz! 439, money, 50 000. Abból tudok már venni minden. Jó, oké. Okay. Lehet menni velük, engem nem zavarnak a lánctalpas kocsik, de csak nem tudom, titeket mennyire zavar. Amúgy ezt lehet, hogy rátok fognak szólni, nem tudom. Én személy szerint telibe szorom, milyen autóval mentek, csak... Fogalmam sincs, hogy erre van-e bármilyen szabályzatunk, hogy a téli kocsikat csak télen szabad használni. Szerintem nem. Mert ilyen alapon akkor a Dodge Charger-t sem szabadna használni, mert téli packből van. Hát nem a hét, nekem kell a szívhoz, köszönöm. Ide. 4-33, köszönöm. Kidobtam volna neked. Vissza, köszönöm szépen. Meg vagyunk. Szia véres. Jó. Haller. Jó srácok, takarodjatok vissza. Férjük, hogy mentek pánkot elő, vagy hát mindenki. Persze, tagadtak, köszönöm, vésre ugye. Akkor kalányos, neked kell őket elkapnod. Szuper. Hallottam. Szia, szuper, geci! Gumitalpasak miért? Gumitalpasak miért nem lehet? Mit tudom én? Hát csak mondom, geci, hogy azért egy hójáróval azért télen kell járni, nem? Vagy ti hány hójárót szoktatok látni itt nyáron Budapesten? Munkások vannak human és elúton, és semmit nem tudnak. Munkás mehet humanba. Sugár is van. Hány lánctalpas kocsit szoktatok látni így nyáron Budapest? Sokat? Érdekes, én egyet sem láttam még így nyáron. Ott van egy új városnak, hol lettünk pont.
Miért terrorizálják az új városlakót? Sejtem miért. Tekere. Milyen nyelven beszél? Fölön a Bobi, zontjadocs. Milyen nyelv ez, tesó? Ja, ott a sipala. Szucsbula! Romano! Romano! Valaki jön majd a románul beszélni? Pepsi! Pepsi vagy? Fordítani kéne! Tekere. Sugi pula! Transilvania, Romania. Gyere ide rám! Transilvania, Romania. Spectate 505. Jó gesziket, tekere. Cápa. Tekere. Milyen nyelven beszélnek? Jó van, azért ne piteljem már az degenerált őket. Szabad bejátszik. Tekere. Ezek nem... Bejátszik. Bine facem tu? Da, cine vorbim? La fe. Roma! Un administrator. Cine? Un administrator. Ah, gata, perfect. Dar ce aud de aici? Suci pula! De ce nu? Tu iauzi ce ne zice? Ne piteljétek már őket, baszd meg! Most turistákkal van dolgunk, hadd beszélgessek már velük! Tényleg turistákkal van. Na, mondd neki! Porke? Amúgy geci az a ballazsombor, még egyszer nekik megy. Uno momento, por favor! Spanyol, ebil. Hola! 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 Nyet. Romana? Pizdec. Este e cam rusă, n-ai treabă. Pizdec. Da, Maria. Rád bízom Pepsi. A sorsukat. Mint honfitársaid. Very good. Így élkezz velük. Te csak ne lőd ki. Rendelkezz felettük. Cs ez itt ma? Még egyik se, gyerekek, még el kell kezdenem. Tekere, dakta vrejön hungari. Véres a kurva anyát, köszönöm szépen a followot, üdvözöllek! Romania, it's our country and has Transylvania, not yours. Cápa. Hoppa. Cs ez ma enervez a hungari. Kopjen? Szeverője magyar. Kurva. Szerió? Da, szerió? Szabó Endrének hívják a csávót rendesen. De várjál, most mit csinál a Szabó Endre? Eltüntették a kocsit szegény Szabó Endre alól. Makar lászni is nő una. Keresztú nő vorsz ne de. Ezekre mehet a ferma. Geci, add már rájuk a modderest, várjál? Az ijesztős. A reakciókat. Add rájuk, a modderes band kell rájuk adni. És persze jó? Dada. De dönd is tőlem. Respektét. De dönd is tőlem. Mi a fasz? De legjobb a neve, geci. Fitilcu bombica! Mit jelentheted? Mi a faszom van? Hova viszed a kocsit? Van egy moddere, ha modderes bannindokat írsz be, akkor egy ilyen jumpscare beugrik a fejedbe. Az arcodba. Van egy ilyen modderes bannindok, és arra csak nem az, hogy modderindok. Csak annyi, hogy ki fog írni egy modder ban, ugye mint indokba beírod. Kapni fog neki egy ilyen várjál? Figyelj. Van 505. Jól RP-zel bár. Ilyen, modder. Elvileg izét fog bekapni egy ilyen jumpscare-t. Figyelj. Először ő. Halló. Úgy, és akkor most a másik. Szabó Endre, 494-es.
494-es. Jó probléma, uram. Nem magyarok, nem magyarok. Bannod ki magad, nem merem, geci. Nem tudom, hogy működik-e még. Elvileg rájuk nyomtam a jump scare-est. Jó. Természetesen mondanám, hogy le kéne őket könyvelni, hogy ez két muta már. Magamra nyomom. Várjál. Van. Felkészültetek, tesó? Intézem. Várjál. Az egyik, ami normális voltam. Igen? Hát gondolj, várjál, magamra nyomom, hogy még működik, működik-e még a face, vagy az a jumpscare-es van. Várjál. Az működik, azt szerintem működik. Kussolj Ákos. Nyom. Rám nyomom? Na várjál. Nem, magamra. Van. 439. Ja. Modder. Várjál, figyelj. Szerintem működik amúgy. Sziasztok barátaim. Lebuktam. Figyelj. Van. 439. Modder. Várjál, leveszem a füles, geci. Mi a fasz? Nem tudom magamra nyomni. Mi? Rá, nem tudom. Nyomd rám, tesó. Kész, levettem a fülest. Levettem a fülest. Hallasz? Micsoda? Nem biztos, hallasz? Igen. Na most mi a picsa, nem működik ez már? Nem ír rád a parancs. Tesó, kibannolhatatlan vagyok. Bocs, srácok. Engem nem lehet lebaszni. Jó van, ennyi volt. Várjál, ez duti nélkül, várjál, duti nélkül. Szerintem úgy is, de most próbáld. Most a kurva, geci. Jó, de megijedtem, tesó. Anyát megijedtem. Azt a kurva! Mr. Bruce, köszönöm szépen a falom... Mi a faszom a feliratkozást? Azt a kurva, tesó! Fú, baszki! Anyád, de megijedtem, geci! Azt a kurva, Isten faszát! Legközelebb szemtelenek lesztek, így fogom kibannoltatni magam, tesó! Most így! Így ültök most ott mind! Azt a rohadt geci. Hú, gondoljátok bele, hogy az előző két emberre is ilyen bannindokot nyomt. Egyszer amúgy gyerekek, nem fogok hazudni, volt egy nonos kis csávó fönn a szerveren, aki elkezdett modderkedni. És rányomtam, nem tudtam még, hogy kis csávó. És annyit láttam, hogy egy kopasz új városlakó nonozik a szerveren. Ez még egyes admin vagy kettes adminként volt, és... mondta a Benya, hogy adjam rá a Bonder Indok bant a csávóra. És beírtam, geci, és a faszi az izén volt voice activity-n. Rányomtad, geci, és hallottam, hogy kirohant a kis csávó az anyjához, és mondta, hogy gyere ide, valami van a számítógépemmel. Ezt sose felejtem el, geci. Ez, nem tudom, ez egy másfél évvel ezelőtt volt, és a kockatéren volt, geci. És hallottam, hogy üvölt a kis csávó, bazdmeg a voice activity miatt. És kirohant az anyjához. Mi olyan büdösen fingottam? Jó, azt rohadt, nem is ledobtam a fülest, amúgy most tesó. Konkrétan abban a pillanatban jött vissza az ijesztés, hogy ráraktam a fejemre a fülest. Én jó, nem tudtam, hogy kis csávó, igen, igen. De hát legalább nem fog azóta, ki tudja, hogy modderkedett-e még amúgy. Ki tudja, hogy modderkedett még azóta. Ilyen Itachi szintű volt. Ilyen Itachi volt. Nincs mit, kis Benya, köszönöm szépen az $1. Hú, bazzeg, de megijedtem, tesó. Rendes, levert a víz. Nekem van felvéve egy 4 éves villamosan, de nagyon durva. Azt nem, azt már viszont nem játsszuk be, az már nagyon fiatal kategória. Ez nem volt, ez ilyen izé Réder Máté kariberű gyerek volt. Máté moderátor úr, üdvözöllek. Ez ilyen Réder Máté kaliberű úr volt, hogy lehet klippelni. Az majd a vége a streamnek. Mit nyomsz, hogy ne legyen zene? Space, megnyomod a space, tesó. Így. Így. Látjátok, le is került a ban. Le is került a ban. Zenét azt ne akarjátok, ezt nem szeretem.
Amúgy tényleg kifizettem az 10k-t a Somának vajon? Kifizettem a 10k-t. Srácok, ha már most van egy pár percünk, írjátok be, hogy DC, és lépjétek is be a Discord szerverünkre. Hogyha esetleg szeretnétek kocsit behozatni a Horizonra, ne is keressetek kocsi szervert, én már nekem van is itt rögtön egy a nyelvem hegyén. Felkiáltójel SC. És ennyi. Ennyi. Na, visszatértem. Várjál. Háj. Várjál, hogy kell? Visszatértem. BB Soma, kifizettem. Várjál. Figyelj, 10k fizetve. Geci. Édes Istenem, baszki. Oj, hányan vannak föl? 100-an vannak már csak fönn amúgy. 21-21 van. Mi a véleményed Magyar Péterről? Jaj, nem politizálunk ezen a csatornán. Ez egy keresztény felnőtt csatorna, itt nincs politizálás. Az a baj, politikát azt meg kell hagynunk, ide kell. Ide kell egy politikai szakértő. Professzort ajánlom mindenkinek. Politikai szakértések kellenek, akkor őt ajánlom. Csak sajnos most nem lehet meghallgatni a véleményét. Fú, geci. Jó, ez komoly volt ez a ban, ilyet csipróba. Véres 4 túszt igazolt? Jó. Azt a rohadt. A tesz nyögjek valakinek? Akkor szeretnék egy csakra tisztítást kérni? Csakra tisztítás, gyerekek, az egy... az Astro TV-n lehet intéz. Ki a faszom az a Magyar Péter? A Magyar Péter az egy olyan kaliberű ember, mikor az egész ország arra várt, hogy majd a Simicska robbantja a bombát. Kapcsol az igára. Mert annyira beszéltek, rossz gombot nyomt. Mohi? Jaj, híres? Nem baj, Mohi. Mondjad, hallottam. Mohi. Hát, humán bejárkálunk, azt... A véres szerintem. Ki? Azt... Nem valaki fejlett küldött hátulról? Nézd meg a Darkus tejét! Húszkábbit... Jóban, menj a humánba inkább. Húszkábbit, Darkus! Kopics nagy politikus? Igen, a Kopics csatornán is szoktak lenni hatalmas politikai szakértések. Véres, nézd csak meg a DC-d. DC ad, mint se te? A Darkusom. Szaros hármason van. Ez még nem tudom, az jól. Várjál, jól. Várjál, PM5-12. Este bringeltek oda, Basáék, mert ott nézték a gyereket, 27 kilnél járt már egyedül a humannál. Olvasd fel a Darkus. Oda bringeltek azt engem egy lövésből, nem tudom, hogy honnan, de fejbe lőttek, miközben ott röhögtek. Olvasd fel. Úgyhogy nekem az szép volt. Oda mentem azért, hogy fejbe lőjenek. Nem végeznél el egy rajtam egy online gerinc műtétet? Azt nem vállalom. Azt nem vállalom. Olvassa már fel a Tóni Herceg! Az a kóta, jó, mondom, jó, ezt nem, ezt saját magamat hazudtoltam, jó humános voltam, amikor még az Sweet-ék meg az ilyesmények nem voltak a városban. Húha! Ki ez a Sweet? Ja? Ez a B Balázs haverja. Az egyik Alliter, a Sweet volt a másik Alliter. Amúgy mi jó humánban, mondjátok meg, egész nap lehet normális RP-be is lövöldözni amúgy. Tudod mit csinált? A Bolantobos. Hát mit képzel magáról ez az 512-es? Tudod, van a humánban az... Mekkora istenkáromlás volt ez? Human nélkül élni? Átdugta ezért, az utasnak a szupresszorját, azt onnan lövöldözött. Human nélkül élni? Nem is értem, de tényleg. Úgy, milyen fasságot csinál? Mit képzel ez magáról? Csukorotó állató. 5-12-es mennyi kaksz? Azt hiszem, a csapatnak kibannolták. Tudom, azért bannolták ki, mert ezért modder adott neki ezért. Ládákat hozzá megutogatta. Milyen sztorik derülnek itt ki? Visszaörjöm a Darkus nevét, vagy szóljunk, hogy hagyjuk, hogy mikor észreveszik. Eljövünk innen, elosonunk, mintha nem mi csináltuk volna ezt. Köszönöm a 4 rózsát. Jó estét, közítérem vagyok, és kéne egy heal. 528-as ID. Heal 528. Amúgy ebből a gyerekek, ebből a kocsi nerfről nem lett semmi. Vagy ebből a...
A kocsi lehúzásban nem csináltam, látom, mit csináltam. Darkus, nem olvasta föl a másik Lost MC is a nevedet. Látom, mit csinálsz. Nem olvasták föl a nevet. Vannak itt el, kérem szépen. Várja. Szeti ICM. Lakatos Darkus. Amúgy mennyi pénz van most a fraki számlán? Sáva. Sok. Mekkora egészen lehet Human területén egy hetes építkezés lesz? Tényleg? Pepsi, erre mire célzol? Kiveszed a Humant végre? Eltűnik a Human laboratórium? Fellázad a szerver, ne csinálj ilyeneket. Most is kapszlokkal írják, hogy gyertek Human. Gyertek Human. Nézzük meg Humant. A Minions nevű frakció van itt, és két munkás. Most ez olyan három munkás valójában, vagy három Minionsos, akiknél még nem frissült a rang? Most Sugár mindjárt, tudod mit tol be a Sugár? Az első adandó alkalom, amikor be fog fordulni a sarkon, le fogják lőni, és ír egy reportot, hogy csal az ember. Ez fog történni itt most a következő 5 percben. Sugár, told be rájuk! Mutasd meg, hogy igazat mondtam! Mutasd meg, hogy igazat mondtam! Szólom. Mi az idéd? Várja, TX. Sugár. Sugár. Hogy van most a Sugár István neve? Mondjuk már csak 90... Hová tűnnek az emberek amúgy? Ja, mert hétköznap van még, és 9:30 van. Miért volt ott egy Corleone és pizzás autó? Mi a Corleone és pizzás autó itt van? Mi a... Hol van? Tényleg itt van egy Corleone... De ez belőhetetlen, vagy mi a fasz? Ez belőhetetlen ez a kocsi. Mi a fasz? Itachi, hiába próbálkozol most. Alkoholista véres, köszönöm a followot. Attól még egy droid maradsz, Itachi. Túl kell lépned rajta. Engedd el. Fogadd el a végzetedet. Fogadd el a végzetedet, Itachi. Spec 267. Betolta már? Itt van? Tényleg itt van már. Gyerünk, Sugár. Nyomó. És a legjobb kocsival mentél. Jó. Ez jó lesz, tesó. Így van, csak nagy kalival. Ez jó lesz. Asztorod teget. Gyorsan. Nem indítom, mert meg. Szaggat a szem. Le van. Jó. Jó. Hopp, cipő. Cipő durrancsuk le. Jó. Jó. Ám sokra. Jó. Na. Mondtam, 5 perc, 28-kor ért be. Rengeteg időnk van még. Ajaj. Frissédet nem használ. Jó. Borsok ki lett tiltva a szerverről, modder. Ő is megnézte a izét. Fegyver előtt, cipő le. Jó. Egy ciki kikapcsolt a telefonom. Jó. Azt szaradt, milyen fullos izével. De lövök, mi van veled, fiú? Milyen izével jött ide? Borsó is szaradt az anyukájához. Jó. Gyertek már Humánba, a Borsó ugyanazt tesztelte, amit mi az előbb, a modder indokos bant. A modder indokos bant tesztelte. Ti vagytok kint? Sugár, Sugár! Jó van, ajaj. Nekem izzad a kezem valaki. Ki van itt? Ajaj. Dik, hadd izzadjon. Megjöttek az erősítések. Itt Sugár is fel van. Dik, ne lőj már! Mi a fasz? A csávot lövik. A saját társai miatt halt meg, geci! Kilőtték, Sugár! A saját társai miatt halt meg, geci! Azt a kurva! R-
rálőtt valaki a társai közülünk. Ezt kapták. És egyből fejbe csűrték csórót. Most még csak nem is öltehet róla, hogy meghalt. Jó, jó gáz volt ez ma. Még csak nem is öltehet. Szerencsétlen gecs. Jó, tesó. Sugár ja, ebben a pillanatban. Keres, kilőtték a más... Ez jó, ez a Grove Street amúgy ebben a humanban. Jól nyomják. Mi a... Mi a... Most a Grove Street. Mint mikor a izét a kosztálósokból lőttek le 8 embert egyetlen egy. Ilyen fejjel ültünk. Aztán ki lett bannolva a gyerek rá 3 napra csalásért. Nem a Balázs. Peti, te voltál? Nem te voltál? Várja, Coxikával kevertem. Volt egy srác a Coxi. Az is ki, az ki lett bannolva csalásért, és azzal kevertem most hirtelen Péter. Fussatok, bassz meg! Fussatok, bassz! Igen, a Coxi volt, igen, igen. Kevertem. Szegény amúgy. Felkapom. Jaj, hát ez a human, ez kérész életű volt a Grove Street-től. Gyerekek! Azóta bucka DM-en admin? Mi ez a bucka DM? Van ilyen, hogy bucka DM? Van ilyen, hogy bucka DM? Bucka DM? Nézzek, Human, hol vagyok, 517-es ID? Attól függ, hogy fán. Vagy nem. Ez az jó, ez mindig itt van, ez a geci jó HQ. Amúgy ez nem a Dante-nak volt az illegál frakciójának a HQ-ja? Hidratálok. Ez nem a, nem a Dante-nak az illegál frakciójának volt a HQ-ja? De mindig itt van üresen, vagy ez most mi van? Ez most használva van, cseh? Ja. De ezt nem a, nem a Black Dante, vagy Black Dante, nem a Dante vette, Black Dante, nem a Dante vette meg ezt a HQ-t amúgy. Ilyenkor nem törölni kell? Vagy most hogy a faszomba van ez? Most ha kérdezem, geci, nem akarok itt kukacoskodni, de mégis azt fogok. Ilyenkor nem törölni kell? Nem a Dante-jé volt? Akkor kié? De a lényeg az, hogy aki megvette, azután nem törölni kell ezeket? Ez megmaradt, tesó? Nem? Vagy hogy van ez most? Természetesen csak le akarom nyúlni. De úgy, ahogy, ahogy a miénket akarták, egyedi háznak akarom behozatni a Corleone HQ-t. Lehet ilyet, véres? Ez a legjobb frakéja a medején, a legjobb frakció most a szerveren? Én beköltöztetek a régi villába? Kaphatok UB-t? Ezt nem adom. Gyerekek, a legjobb frakció a szerveren csak egy van. És tudjátok, hogy melyik az. Mindjárt mondok egyet. Várjál. Hol van? A legjobb frakció jelenleg... A Crips. Nekem az a kedvencem. A Crips. A chipsesek. A chips. A chips a legjobb. Csak a chips. Nekem a Gambino Crunch. Hello, valaki a nevet át tudja változtatni? Kiléptem a frakiból. Önkori. De tesó, önkori az... Önkori az egy legál frakció. Vagy most ott is székát ad már a líder? Nem. Nincs League of Legends név. Meg az... Önkori egy legál fraki. Nincs széká.
Gyerekek, itt nincsen CK. És agyon lövöldözgetik a kilépő embereket? Az önkorisok? Glitch. Hívtak már ki? Önkoris CK reportra? Most ezt komolyan mondjátok? Most ez komoly? Bennett? Várj, erre kimegyek. Itt vagy, Bennett? Te mikor igen. kiléptél az önkormányzatot, téged lelőttek? Nem, Gerzsú írta, hogy offline CK. Annyira lényeg véres amúgy, hogy ezt nem hiszem, ezt a frakciót cégázni, vagy illegál részes az önkormányzatnak. És azért... Aha. És hát szerintem ez egy ormótlan fasság. Hát azt mondtam én is amúgy, hogy akkor minek van az önkormányzatnak illegál része. Jó, mindegy, válaszol neved, de ne League of Legends-es legyen, tehát ne legyen Lakatos Soraka, meg ilyen fasságok, meg Louis Draven. Székánők jön, nem, legálból nem járok, nem hal meg a karaktered. Illegálból lépsz ki, akkor kapsz névváltást. Vagy ha esetleg valaki végignézi, hogy legálba szépen meghal a karaktered, mint ahogy lelövettelek titeket a gecibe. Ez önkormányzatos volt. Anom, mintha beszéltünk volna erről, azt hiszem. Igen, beszéltünk, de végül nem írtunk bele semmit a szerver szabályzatba. Úgyhogy jelenlegi formájában még tovább is csak egy verzióban él ez az egész. És én nem kaptam üzenetet, hogy mit írjak bele. Úgyhogy a frakcióváltás, nincs benne semmilyen ilyen. Ja. Igen. Legális frakcióban, legális frakció, nem kell CK, sem frakció, nem. Ja. Egyáltalán nincs bele. Jó. A cápi barabiszt, kicsoda gyerekek? Nem akarjátok tudni. Kiskáronynak köszönöm szépen az egy bitet. Nem akarjátok tudni, ki az a cápi barabiszt. Egy kurva? Ott van az első pozitív dolog. Ő amúgy az MC Isti. MC Isti, ilyen néven szokott írni, de valamelyik nagyobb rangú admin ide tudna jönni segíteni? Szia, mi a gond? MC Isti. MC Isti. Ha megnyitom a térképet, hallottam, kiléphetek? Nem. Vagy hát... Ne lássa meg semmelyik adminnak a hivatalos szemöcsike, hogy elhagyod a várost. Csináld rafináltam. Csináld rafináltam. Humanba vagyok? Ott azért elég feltűnő, ha kilépsz. Szerintem várd meg, amíg emberek eltűnnek. Legalább az 5 percet várd meg, mielőtt kilépsz. Nem, nem kell. Elég abszurd már így is. Így is, hogy ennek van illegál része. Jó, meg a P-t. Tessék, megnyomtam a P-t. Miért van ennek? Miért van? Na mindegy, hagyjuk is. Nem is teszünk fel ilyen kardinális kérdéseket, hogy miért van az önkormányzatnak PD-nek is lesz. Los Vagos? Jaj, geci. Igen, azt tudom, hogy bebugol, de ezért nem szoktam nyitogatni a izét. Ezért nem szoktam nyitogatni a P betűt halottan. Meg amúgy úgyis kapok revive-ot, szóval tök mindegy, nem? Nem? Fölrobbantom magam a palasznál. Az önkori egy szar. Nem, amúgy az önkori jó volt annak idején, mikor az pont igazából most...
Szerencsétlen geci. Megy a Leicesterrel amúgy szerintem a kocsiba, nem? Az önkormányzatban mit csinálnak? Semmit, tesó! Amúgy annak idején, mikor az önkormányzatot megcsinálta a líder, akkor minden nap volt ilyen fogadóra, de arra el is mentünk IC. És hát furcsa élmények voltak ott. Alapvetően nem volt rossz, csak... Nem tudom már, hogy mondjam. Hol vagy te fasz? Hol vagy te fasz? Mi a fa? Mi van? Nem hallottam, hogy mondta csáv. Hol vagy te fasz? Well hello, így cézzek, well hello. Nem sokat csináltunk ma a NERV-ből, nem? Szeretnék videót mutatni egy a csalóról, meg szerintem indokoltan a közmunka. Ticket. Várjál, nem tudom, most ezt... Faj, geci. Ezt én nem akarom most intézni, gyerekek, ne haragudj. Most tényleg, csaló videó, meg jogtalan is a közmunka, ebbe rengeteg minden van. Ez content lehetne, de most nekem erre már nincsen energiám. Pepsi, jössz velem. Közös report. Fogod a kezem? Azért kell lesz, hogyha megunom, leléphessek onnan. Nem vagy fenn, akkor Ákos, Sonic. Mostanában miért csak a Pepsi veszi ki a szuperadmin teendőket? Eltűnnek, geci. A ticketrendszerben a PP visszaadásokat tegnap egész nap a Mónika. Pilákossal pont beszélgetünk. De tegnap is beszélgettetek már. Most kelletek. Úristen, geci. Hali, egy hílt kérnék. 5-7, de most úgy ezen a közihajón nincsen egy izé? Egy ilyen hílelősen PC? Vagy mi a fasz? Most hogy van ez a közihajós cucc? Csak ételt lehet venni. De mondjuk bazzeg, akkor mi a faszra kell hír? Mi a faszra kell hír? Ha ott van az NPC. Mennyibe kerül? Aki mínuszban van, hát nem tudom bazzeg, az mondjuk az kellemetlen. Hát ha nincs pénz, gyerekek, akkor IC ügy. Akkor éhen kell halnotok. Éhen kell halnotok. A rádió a legjobb deal. Itt mennyi egy rádió? $10 egy rádió. Gyerekek, bazzeg, ez a legjobb bolt a városban. $10 egy rádió. Mekkora a biznisz? KitKat nem tölt kaját? Dehogy nem. Az se tölt. Izét kéne ide rakni, egy hamburgert. Amúgy tudjátok, hogy hol tudtok még? Ezt nem sokan... Jaj. Ezt nem sokan tudják. De amúgy van még egy fullos kajáda a városban, nem? Vagy ez még itt van? Persze, hogy itt van. Hát, mit is feltételeztem, hogy ez ki lett? Jó, már nincs itt. Ha? Pedig amúgy régen itt lehetett tök jó kajákat venni. Report. Alci. Well hello report van. Kéne help. Nagyobb adminra vár. Jogtalan közi. Plusz még csaló. Még videója is van csalóról. Ígyensz falat. Nem. Ide most egy kifejezetten szuperadmin kell.
Mészáros Bence? Újra a városban? Újra? Köszi a jó. A kurva geci. Közi arra kéne egy kajádát csinálni, nem kevés lóvé jönne be. De van amúgy. Van. Mész akkor? Várj, a Velhello reportján itt vagyunk. Ali. Szia. Hello. Várjál, Velhello. Szia. Hello. Szia. Hello. Hello. Így gyere vissza, véres. Hello. Hello. Hello, Mizu. Hello. Itt hello. Vagyunk. Hello. Elhívtam valamelyik videó megosztóval. Ja, a csalás, a csalóról mindenképpen lesz videó? Rám tépészett a gyerek kajó. Ja, az jól hangzik mondjuk. Hoppa. Hol van? Hol az admin fogadó? Ugye, ami izé, ami belett rakva, itt vagy? Haller! Itt vagyok. Várjál, mert gyerek, videó megosztóba tud csak videót. De ez délután lett berakva. Hát mindjárt megnézem. Na mindjárt kiderül, ez jó lesz. Délután lett de berakva, John és belett... John Cena az vajon, vagy ki? Belett írva admin jelentőbe a másik srác, aki úgymond idézélbe ráteleportál, de nem volt. Minden le van írva, hogy nézzék át a gyereket. De itt van a videó megosztó. Ő meg kapott közmunkát egyben. Arra, mert hátrafele lőtt, és neki az volt az indok, hogy az élő hátrafele, mert csaltak. Ja, persze, hát ilyen nincsen. Ennyi volt, de még a Mónika még látott is egy valamilyen stream jelenetet ebből, tehát még ő is. Ja. Mindjárt megyünk, azt megnézem, hogy mi van. Ha? Izgalmas lesz, mondom, délután volt az ügy. Húha. John Cena? Jézusom. Hello? Igen? Nézzük már. Talatok? A gyerek? Ott van fönn. Uh-huh. Elég durván rám tépézett. Nem, nem így megy a teleport. Szerintem csak mondjuk belépett elég... a városba. Nem, előbb nem, a fa. Az nem ilyen amúgy. Kicsit ott érdekes. A szerintem becsatlakozott a városba. Szerintem is. Igen. Igen, látjuk, menjünk tovább, igen. Ez megvan, oké. Okay. Ez a sászírt már belett írva nekünk. Egyébként le lehet intézve, de délután most nem tudom, mit foglalkozunk ezzel még, amikor lehet zárva az ügyet. Valaki van, amikor még nem tudott a PC-t csekkelni. Nem próbálta senki a PC-t csekkelni. Gyerek rengeteg rész szórakozott, hogy á, nem találja a várat, nem tudom. De ezek mind lelettek közelve. Amúgy szerinted érti, amit mondott. Magyarul? Do you speak Hungarian? Mert a scriptbe ki lehet venni a Nórák, hogy le vagyok nála halk. Can you speak Hungarian? Én hallok titeket. De neked beszélnek! Most mondja a Sonic, hogy délután az minden lett valamit, most itt mondasz, a balra gyúras rát. Darkus, köszönöm szépen a 100 bitet. Igen, és a további problémák esetleg. És az, hogy ezt kilőttem hátrafelé, mert azt hittem, hogy csalt. Igen, de ezt is megbeszéltük. Arra, hogy te szabályszegél és hátrafelé lőjél egy F40-ből, vagy bármilyen olyan autóból, amiből nem lőhetsz hátrafelé. Tehát... Azért, nem tudom. Azért, mert valaki nem RP-zik valamit, akkor LDB-zheted? Nem. A csávó most... Na mindegy. Hát hátrafelé sem lehet a szabályszegés, amiért megkapod a szankciódat, dolgozz le, a srác pedig intézve van. Jó, van akkor. Jó játékot, szia, szia. Sziasztok. Még ő ezért izélt? Azt a igen, ezért, glitch. Jó, jó. Ezért. Borsó, itt vagy? Szabályszegés, az szabályszegés. Így is, meg úgy is. Kellemetlenül rádefelte magát. Ez az. Igazából. Ákosnak hogy megváltozik a hangja adminion is? IC mennyire nem ilyen? Hát... Nem csak most keltem, nem rég, aztán azért. Jó reggelt üdvözlünk. Jó reggelt üdvözlünk. Elaludtam délután, aztán most, ja. De legalább jót aludtam, nézzétek a jó oldalát. Egészségedre. Véres, nézd meg azt a csávot, aki 26-15-et írt. Hova? Mikor keltem? Még egy órája se amúgy eszem. Ja, az egy csoportban vagy gyerekek, az a handling csoport. Az nem nektek való az a csoport. Nem nekem írt, az egy handling csoport. Az a szervernek a handling csoport képe, hogyha valaki mondjuk kocsit hozad be, vagy ilyesmi, akkor ebbe a csoportba van beküldve a handlingereknek. Darkus küldött bitet?
Már megköszöntem neki, de köszönöm szépen a 100 bitet, Darkus. Bélának meg köszönöm szépen a followot. Az a handling csoport, gyerekek. Füles, ne legyen rajtad. Srácok! Van egy jó videóm. Ez megint bannindokos. Vagy mi ez, modder bannos. Készen álltok? Megmutassam? De be fogtok szarni, akkor nem fogtok engem izé hibáztatni. Leveszem a fülest. Most elmondom nektek. Most előre mondom el nektek. Ne törődjetek a Witcher modokkal itt. Közben a Witcher 3 azok offstream. Ez mind Witcher mod. Itt most ha ezt meg fogom nyomni, nagyon hangos lesz és nagyon be fogtok szarni. Halkítsátok le a fülhallgatókat most. Jó? Én szóltam. Tehát, ez egy jó demonstráció lesz most. Tehát, hogyha te följössz modderkedni a szerverre, és kapsz egy modderbant. Akkor ezt fogod kapni a pofádba. Várjál, lehagytok. A csávó kész vége. Kész vége. Igen, igen. Én is így lekaptam a fülest az előbb. Hát persze, ettől mindenki összeszarja magát, tesó. Megmutassam még egyszer? Aki esetleg most csatlakozott be. 1.30-ra tekerjem? Jó, várja. Letöltések, vissza. 1.30, várja, 1.30. 1.30. 1.30. Jó. 1.30, a vége a legjobb full hangerő. Jó, várj, elhalkítom. Na, mi a fasz? Ebben semmi nem történik, geci. Mi a... Húsz ezzel a púzusom. Mi a fasz? A csávó elrohant a géptől! Hallani, ahogy vissza... Jó. Húsz ezzel a púzusom. Na jó, hogy van videó, az Isten megállt téged. Ez kb. Éjfél 2-3 fele. Hogy visszajön a gyerek, hallani, hogy sétál be az ajtón. Azt szerintem a WC-ig futott. Jó. Húsz ezzel a púzusom. Hogy fújtad, geci? Amúgy egyszer valakinek valami maradandó károsodást fogok okozni ezzel a modderes üzével. Csávó, így ment ki a vécére. Hú, baszol. Ez ki voltam, hogy fogalmam sincs, srácok. Nem elég az, hogy csak egy modder. De még jó, hogy leklippelte. Hali, itt voltam az autókán, és azt mondta az egyik csávó, hogy valami kezdőcsöm, amit tőletek lehet igényelni, az valós vagy átvágott? Amúgy milyen handling nerf lesz? El kéne kezdenem, úgyhogy át is menjünk a test szerverre. Legalább egy autót megcsinálunk, ha már így kiírtam a címbe, nem? Hogy ne legyetek átbaszva. Fölmegyünk a test szerverre, tesó, és elkezdjük. Így 2 óra után, 2 óra 48 perc után illene elkezdenünk. Az a gáz, hogy nem is volt az, hanem csak nonozott. Jó, ez legalább jó büntetés volt. És minden autót nerfelsz? Igen, a szerver összes létező autóját nerfelem. Bár itt most a szervezetőség részéről kaptam aggodalmas üzeneteket, úgyhogy lehet, hogy ezt nem fogom megcsinálni. Vagy nem tudom, geci. Most a fasz tudja, hogy megint mi ez. Elküldtem a szavazási eredményeket, és attól függetlenül úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem lesz handling nerf.
hozzá kellett feljönnöd? Muta, én tudom, hogy benne vagytok, a szerver java része benne van, ugyanis kim van a szabadási szoba. 300 igen, 200 valahány nemmel szemben. I don't know who I am. Mert ilyen hozzá kell adnom a csoportot. Hogy a... Egy embert hozzá kell adnom ehhez a csoporthoz. Major. Majoros például még nincs benne a handling csoportban, pedig már ő is a szerver egyik handlingere. Hozzáadtam. Jó. Oké. Én tudom, hogy mindenkinek jobb lenne. Én tudom, hogy mindenkinek... Gyerekek, azt kell megértenetek, hogyha le van húzva a kocsi, akkor több FPS-etek is lesz. Tehát itt nem a üdvözöllek Nagyi. És Bélának köszönöm szépen a followot. De azt kell megértenetek, hogy nem a kocsi lesz a végsebessége, nem fog változni semmit, csak lassan fog gyorsulni. Muta egy lehúzott kocsi. De ha nem ülök autóba, akkor mi van? Geci, akkor a fasságot írták, ki is crasheltem. Akkor a hülyeséget írt, hogy kikresselt a játékom, geci. Hallod? Emrobi, ezért nagyon megfoglak. Ezért most megtalállak. Most így érzem magam. Tudtam, mint kész. Hú, megpróbálok még egyszer felcsatlakozni. Igen, amúgy kiszállsz, Emrobi, és a karaktered is izével fog sétálni. Gyök kettővel. Kiszállsz, és ilyen, mint egy túlsúlyos fickó, mint én, úgy fog sétálni el a boltig, gurulnod kell. Amúgy megkomolyra fordítva a szót, nem. Nem. Egyetlen egy dolog fog változni az autókon. Nem fognak működni. Ennyi. Gyalog kell járni a szerveren, és bicikli bérlő ilyen ghost pontok lesznek végrakva a szerverre. És mindig oda kell mennetek bringákat bérelni, illetve hogyha innentől kórházba kerülsz, akkor tolókocsiban kell RP-zned 2 hétig. Ez az új hardcore orientációnk. Most így döntöttük, hogy ez a szerver új vonulata. Tehát, hogy ösztönözzük az RP-t, a hardcore roleplay-t, azt fogjuk csinálni mostantól, minden autót kitörlünk, és csak gyalog fogtok járni, illetve BMX-el, és tolókocsival. Ez az új terv. És átnevezzük a szervert Wheelchair RP-re. És a Wheelchair-ten hátulra belöltetlen lesz. Wheelchair RP lesz. Viccet félretéve, elmondom még egyszer, mi fog történni az autókkal. Csak és kizárólag a gyorsulás lesz lehúzva. Tehát nem egy másodperc alatt leszel 100-on az autóval, hanem mondjuk 5 másodperc alatt leszel 300-on az autóval. Tehát az szám 100-at mondtam, hanem 300-al vagy 1 másodperccel kb. Most egy olyan 6-8 másodpercnek örülnék, ha annyival lennétek az autóval 300-on, ugyanis a szerver is megköszönni, Pepsi, kérlek csinálj nekem fényt. Mert most nem akarom megnyitni a TX admint ezért. Azt mondja, hogy a test szerveren meg nincsen TX adminom. Az egyedik is, ugyan az egyedikkel kezdjük, tehát mit tudom, lehívok egy egyedit. Hol van, elkezdjük akkor, most elkezdem, tesó. Hol van? Köszönöm szépen a fény, Tibi, üdvözöllek. Elkezdjük 16M5. Nézzük ezt az autót, egyáltalán ez melyik autó? Hol van ez az autó? Hadd nézzem. Egyáltalán érdekel-e valakit, ha ez lassabb lesz? Tessék, itt van. Mi ez az autó? Ez mi ez az autó? Egyáltalán ez használva van-e? Kinél van? Mi ez? Ez mi ez az autó? Ez nincs a szerveren, ugye? Tehát ezt lehet törölni a picsába. Ez nem egyedi, gyerekek. Nikolics városi. Ennek tökéletes a gyorsulása. Ilyet képzeljetek el. Amúgy még ez is gyors. De nagyjából... Mi a fasz? Kikattintotta izé? Ennyi. Nem lenne könnyű a 100%-os egyre beállítani és megnyitni, hogy mennyivel... Mi? Nem, mert az a baj, a flat level is minden autónál el van írva. Tehát nem tudod beszabályozni a százalékot. A flat level az autókon, ez itt van például, nézd, mutatom, hogy mi a baj.
nem lehet negyed idő alatt megcsinálni, mert egyszerűen el van állítva az összes autón a flat level. Most így megmutatom nektek, mit jelent az, hogy flat level. Itt a kocsi, begyorsulok vele 300-ra, és látjátok, hol lesz 300-an az autó. Nem is kellem, hogy 300, mit tudom én, legyen mondjuk, passzom, 200. Jó, akkor futtassuk, nem is fogja megütni a 300-at az a kocsi most itt ezen a szakaszon, nincs is betuningolva. Visszafordulok, és megcsinálok ugyanezt flat levi. 200-al megcsinálok, 200-at megüti viszont. Legyen 150, tök mindegység, demonstrálni akar, legyen 150. 150, jó. Itt ezen a sárga ponton lett 150 az autó, most. Jó, nézzük meg mennyi rajta a drive force. Ezen az autón a drive force jelenleg 0,54, ami teljesen baráti mérték, más szerveren ez csúcs kategória, itt nálunk nagyon a legalja. Viszont, van egy olyan értékünk, hogy flat level, hol van? Ebben a szarban. Flat level, alapicsában nem látom. 333-at keres, itt van, megvan. Initial flat level. Az én autóimon, amiket én csináltam, ez az érték 444. Most nézzek meg, hogy fog viselkedni az autó. Nem ott lesz 150-en, hanem hátrébb, vagy előrébb, vagy máshol, tök mindegy. Tehát viszont, mivel a flat level nem egységes minden autón, ezért mindegyik autón teljesen máshogy reagál a drive force a nagy sebességre. Látjátok? 168-nál lett. 168-al megy ez az autó, most a sárga pöttyön, és nem pedig 150-nel. Tehát nem lehet rendesen átállítani, mindéket egyesével kell belőnöm, és itt a bökkenő, hogy én most azt akarom csinálni, a flat level-öket akarom levinni 200-ra mindegyik autónál. Ezen az autón ez az érték most 333 volt, le akarom baszni mondjuk 200-ra. Akkor a drive force nem fog változni semmit, hanem ez az autó, kíváncsi, hogy fog gyorsulni így most. Na, nézzük. 125. Buricska, jó éjszakát. És ez egy városi autó. Ez egy városi autó. Full tuninggal, talán kifutott vele a 300-at az autópályán. Mint ahogy minden másik szerveren így van. Tehát gyakorlatilag igazából kell azért, hogy legyen valami futása a kocsinak, hogy ezeket elérjed. Ez egy városi autó, még egyszer mondom. Ez egy városi autó. Na most belőjük az egyetlen egy demonstratív autót, a Pika 01-et. Régen azt mondtam, hogy az a próba a handling, de még azt is túl gyorsnak találom mostani más szerveren lévő kalandjaim után. Én azt gondolom, hogy ez lenne az ideális, vagy legalább a jó célirány ennek a nervtek a hosszas idő. Hát a geci, gyakorlatilag ami ezt az egészet indokolná az az, hogy akkor legyen ennyire lassú az autó legalább. Most megmutatom ugyanezt egy egyedin. Ugyanezt egy egyedin, mondjuk a sajátomon. Mert melyik a leggyorsabb egyedi a városban most? Ami... nem tudom, mit mondjak... DCD... Nem, hol van a Firebird-ön? Van egy Firebird-ön most, amin ugyanilyen handling van, mint az egyediken. Hol van? Van egy Firebird-ön... Amin ugyanolyan handling van, mint minden szerver egyedi most. Hol van? Firebird. Itt van, nem? Ez egy Fiat, Luas, Beler... Melyik a Firebird-ön? Ez. Ez egy 78-as Firebird. Azt mondja, hogy ha lehívhatnám, geci. Elírtam, bazd meg a... Várjál most, hogy van a lehívó? Itt van. Jó. Na, nézzük, ez hol lesz, nulla tuning nélkül 300-on. Mint látjátok már most, hogy a kocsi mozgásából, geci, hogy ez pillanatok alatt 300-on lesz. Jó. Itt lett 300-on valahol. Na most. Mivel ez egy egyedi, ez a leggyorsabb a városban. Az összes, bármint úgy értem, hogy handikban az egyedik a leggyorsabbak a városban, a Steam. Ennek a flat levelje, mivel én csináltam, 444. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha ezt a 444-en lebasszuk 200-ra. Gyakorlatilag én még mindig azt mondom, hogy az autó gyors. De... ez már olyan gyors, hogy ez már talán még lesz 10-20 FPS-sel több is, hogyha ebből egyszerre nem van 40. És ugyanaz a handling. Csak több időbe telik a gyorsulás. A végsebesség nem változik semmit az ég egy adta büdös kurva világon.
és még tuning sincs ezen az autón. Nincs rajta tuning, és úgy megy így most. És eléri a 300, és ez egy egyedi, ez lenne a csúcs kategória a Szerón, ez lenne a leggyorsabb autók, így mennének, ahogy most ez. Ha feltuningolom, megüti a 300-at simán, még ezen az egyenes szakaszon is. Így is elég brokenek. Kurva jól megyünk. 300-200 kevés? Akkor se, akkor Emrobi, hogyha a 200-at kevésnek tartod, akkor nem tudom, geci, akkor barátkozz meg a 20 FPS-sel, és csinálja meg ezt, akinek hat anyja van, mert ez nem egy 3 perces meló lesz megcsinálni, és a semmire nem fogom elkezdeni, tesó. Egyáltalán nem fogom elkezdeni a semmire. Tehát most vagy FPS-t akarunk, és legyen ez normálisan megcsinálva, vagy akkor hagyjuk úgy, ahogy van, és ne csináljunk semmit, csak aztán szenvedjetek a 20 FPS-sel, tényleg nem tudok jobbat, geci. Akkor viszont az innentől kezdve az ötödik szobába egy büdös FPS-es izét csak akarok meglátni. Akkor a szerver, ezt bennülünk az autókkal, amik úgy mennek, mint a faszom. 900 poligonból áll az autó, laggolsz tőle, mint a tetves szar. Itt van egy, nézd, lehívok nektek egy autót, ami egy alapgét. Itt van ez a, itt van ez, tessék. Ez gyakorlatilag 600-500 poligon lehet ez az autó. Lehívok mellé egy alap GTA-s autót. Itt ez a tampa. Már most látni rajta, hogy mennyivel igénytelenebb ez a modell. Ez egy alap GTA-s autó modell. Nem tudom jobban szemléltetni nektek a különbséget. Nézd meg ezt, és nézd meg ezt. A szar is csillogra. Nézd meg belül, hogy ki van dolgozva. És itt van ez. Egy tampa. Még ki se lehet orvasni a kilométer órát, könyörgöm. Nézzétek meg azt a váltót, hogy néz ki. Nézzétek meg ebbe, hogy néz ki a váltó. Nézd meg ebbe, hogy néz ki a váltó. Még egyszer. Itt a váltó. És ez egy, ez a Firebird még nem is a legszebb modell a Horizonon. Nem az Avengert hívtam le. Vagy mit tudom én, valamelyik új Lambót. Hanem egy Firebirdöt. És ott a váltót nézd meg. Nézd meg az üléshúzatot. Nézzétek meg az üléshúzatot. Nézd meg. Nézd meg ebbe az üléshúzatot. Még a szövést is látod rajta, baszod. Úgyhogy, igen. Hogyha ebből az autóból, és ilyenekből van tele a Szeró, nem alap GTA-s autókkal játszunk, senki ezen a szerveren. Minden szerveren normális, magas felbontású autókkal játszanak. Kétféle módon lehet ezeket optimalizálni, rendszerűen ugye az izével, az a resizer szarral, ahol mindenhol meg szokták csinálni, amúgy az is egy út az optimalizálásra. Mert az. De egyszerűen azt próbálom nektek szemléltetni, hogyha gyorsan dolgozik a videókártyátok és a processzorotok, azért laggolni fogtok. A resizer az egy... Hogy mondjam ezt el most? Mondjuk itt van ez a Firebird, mondjuk azt, hogy ez egy 80 megás modell. Mondjunk egy számot, legyen az, hogy 80 megabájtos ez a modell, és az az alap GTA-s kocsi, ez mondjuk 10 megabájt. Na most az FN Resizerrel azt tudod megcsinálni, hogy ezek a nagyon nagy erőforrás zaváló autók, mondjuk amihez most 80 megabájtot foglal ez a kocsi, le tudod csökkenteni mondjuk ugyanúgy 20-10-15 megabájtra ennek a foglalását, ami így önmagában egy autónál nem sokat számít, de ha mondjuk 3000 autóról beszélünk, akkor már igen sokat számít, mert azért lássuk be, a szerveren nincsenek alap GTA-s autók benn, semmelyik más szerveren sincsenek, mert egyszerűen az alap GTA-s autók undorítóan néznek ki, mert már öregek. Nézd meg, hogy néz ki ez a tampa. Undorító. És itt van egy modern, mai, mit tudom én, szemmel készített ilyen autó. És nem lenne gyorsabb amúgy? Gyorsabb folyamat megcsinálni azt, mint ezt, meg egyszerűbb. Hát nem tudom amúgy, szerintem időben kb. Sokkal hosszabb ezt a optimalizálást megcsinálni, mint egy handling átalakítást. De nem fog változtatni semmin, hogy... ha ezek az autók ugyanilyen gyorsan fognak menni, most nem, mert ez majd lehúzott. Akkor effektíve ugyanúgy lagolni fogsz, szök mint egy hány megabájtos autóba ülsz. Mert azt a nagy egészet kell nézni ebből ezekből az autókból, nem egy darab van nem csúcsidőben a városban, hanem körülbelül nem véletlen van az autótörlés egy órában kétszer, vagy egy órában egyszer van, vagy fél óránként van, nem tudom már. Lefoglaltakhoz elmentek, lagoltok mint a picsa. Mert ilyen modellekkel oda ki van baszva. Nem egy modelltől fogtok szarrá menni. Hanem ebből az aktív időben, mikor csúcsidő van a városban, lent van körülbelül aktív használatban, nem tudom mennyi ilyen autó, amik úgy mennek, mint a rakéta. Folyamatosan tölt a videókártyátoktól kezdve, a GPU-toktól kezdve minden egy ilyen autót be. És egyszerűen túl gyorsan mozognak ezek az autók, nyilván dolgoznia kell a gépnek, ezért aggoltok, bazd meg.
Szóval ez lenne az új egyedi szint, és szerintem ez még mindig nagyon gyors, most föl van tuningolva. Csak azt akarom szemléltetni, hogy attól függetlenül a handling nem lesz rajta szarabb, hogy gyors, hogy lassabban éritek el a 300-at, nem lesztek sokkal kevesebb emberek, és higgyétek el, az, hogy fél perccel később értek el a Human Labs-be, az nem fogja a világ végét jelenteni szerintem senkinek a számára. Javítsatok ki, hogyha tévedek, hogyha esetleg valakinek az életszínvonal nem felel meg így ezek után, hogy elérjen a Humanba, mit tudom, 15 másodperc alatt, akkor annak ezt tudom üzenni, annak esetlegesen ez a handling nerf, ez ilyen emlékeket és PTSD-t fog okozni. De aki mondjuk foglalkozik azzal, hogy nem akar 25 FPS-sel játszani csúcsidőben, akkor annak ajánlom, hogy esetleg barátkozzon meg ezzel az új felállással. Nem tudom. Az üldözés ettől még mindig nem lesz szerintem jobb élmény a szerverünkön, mert az autók szerintem még ezzel a szinttel is gyorsak, de ezzel egyébként amúgy ez nem is új dolog, tehát régen a Horizonon ilyenek voltak a csúcs handlingek. Lehívjak nektek egy régi egyedit, amit nem használtak nagyon régóta? Hol van egy régi? Megmutatok azon nektek egy handlinget. Hol van egy nagyon régi egyedi, amivel nem játszott már senki? Régen a Horizonon ilyenek voltak a handlingek az egyediken. Keresek mindjárt nektek egy egyedit, várja, ami nagyon régi és nem használta senki. Nem tudom, látjátok a leívókat, mondjatok már egyet, amelyik régi. Egyedi Cservenka, Devel, itt van egy Devel nevű egyedi, nem tudom ez milyen. Nézzük meg. DV1. Nézzük. DV1. Tessék. Hát ez valakinél van ez az autó. Ez valakinél van használva. Új handling van rajta. Súly az nem stimmel rajta, de ezen modern handling van. Devel 2. Ez mi? Apollót nem. Nem. Valószínűleg a szerver egyediként fogja majd árulni egyszer, vagy egyed, nem egyediként, hanem limitáltként. Szerintem ez is valakinél van. Nem tudom, hogy ez valakinél. Fogalmas sincs tesó, hogy ez van-e valakinél. Nem találok egyetlen egy olyan egyedi volt, ami ilyen régi handling volt rajta. Ez jó az az autó, geci, mi a fasz? Milyen kicsi ablaka van, geci. Ezt nehéz belőni, haver. Milyen faszom ez a mini Apollo? Wow! Ez egyszemélyes ráadásul? Nem, kétszemélyes. Nice. Geci, valami egyedit mondjatok már, baszki. Hol van egy egyedi? Divo. Ezen szar handling van. DMC 12, FK 8, GL, Goku. Talán ez jó lesz, ez a BMW. Ezen nem hiszem, hogy modern handling van. Ezen nincs modern... Hát nem tudom, geci. Nem tudom megmutatni a régi egyediket, mert az összes használatban van és mindegyikre van új handling véve. Egy régi egyedi volt eddig mindig a Rocket Brabus, de azt én magam javítottam ki. Ki az a Kilán? Ez egy Likan nevű autó. Az T8-adon is már új handling van. Nekem egy olyan egyedi kéne, ami nem volt használva nagyon régóta. Aj, bazd meg. Lozzetász, OIC, Defender, Pista, ki ez a Pista? Tényleg a Vision GT, geci? Annak mi a lehívója? Nem is lejön le sehogy ez az, azt tudom mi a lehívója. Igen, tudom, és azon nem lehet handlinget se csinálni rendeset, geci, és azon a régi handling van az, amivel az autó jött anno. Vision GT? Tényleg, nem jön le bazd meg ezzel se. Nem tudom mi ennek az autónak a lehívója. Sonic, Samurai. Na Samurai, na ha van ember, aki nem játszott a Szerón, az a Samurai. NH90, ez nem egy helikopter lesz, tesó. De. Egyedi BMW X, ez nem tudom mi. Egyetlen egy olyan egyedi kéne, ami régi volt. Csak egyet kéne találnunk, ami meg tudom mutatni, hogy milyen volt régen. Le sem jön ez az autó.
Mert igen, a Rockettel példáloztam mindig, mert annak az egyetlen egy, ami mindig a fejembe volt. Ez milyen? Ez. Ez jó lesz. De ez is, ugye Jézus, ezek használni se lehet, geci. Ezen drift handling van, de olyan szinten el van baszva, hogy használni se lehet. Ezek mind embereknél voltak, geci. Egyedi M5, Quadrafolio. Nem tudok nektek egyedit mutatni. Norbikánál talán vannak régiek, amik nincsenek használva. Itt egy Maserati, ami nincs használatban. Nézzük, ez milyen. Ez mi? Jó, hát ez meg működésképtelen. GT Vision. Nem, nem ez a lehívó. Car 3, Polestar 1. Ez mi? Á, nem, ez a... Jézusom, hát ezen már nem az, hogy modern van, ó, túlhúzott szar van ezen. AMG Vision. Hát nem. Mindegy! Engedjük el azt, hogy egy egyedit akarok mutatni, ami régi időkből van, mert egyet sem tudok találni, amin a régi handling van. Az egyetlen, amin van, az meg nem tudom a lehívóját, úgyhogy teljesen lényegtelen. Tesszorom vagyok, ide hiába jössz föl. Lada 2103, ez pikis autó, de ez már van, ezt még én buzeráltam. Erősöd kupé, Shelby, Audi A4, Nissan Patrol, Land Rover, nem tudok jobbat mutatni ennél, tesó. Nem tudok jobbat mutatni ennél. Derján Csabil, nem tudom, az is már amúgy valakinél van állítólag. Én próbálnám nektek szemléltetni, az vagy nem tudom nektek, mert nem, nem csak a gyorsulást akarom megmutatni, hanem azt, hogy a kanyarodások is olyan volt, geci, hogy mint ami minden máshol van, tehát nem ilyen tűpontosan darára szabott szarok voltak, amivel így befordulsz bazd meg a saját tengelyén körbe. My Vision GT, megnézem Martin, és köszönöm a followot, várjál. My Vision, várjál. Ez. Köszönöm szépen, srácok. Na ez jó. Na ilyenek voltak, geci. Ilyenek voltak a régi egyedi handlingek. Ez volt a csúcs kategória. Ezt még annó gyerekek, arra is emlékszem, hogy kihozatta be. Ezt a srácot úgy hívták, hogy ilyen hülye neve volt. Most nem tud... Várjál. Egy ilyen... Volt nálunk még a Costello-ban is egy napot, aztán ki lett rúgva. Hogy meg ez is gyorsabban megy, mint annó. Ez valaki már erre vett újra handlinget, szerintem pont a Sixtusi, ez nem így ment. Nem tudom, hogy hívták azt a srácot. Valami hülye neve volt, mindegy, egy izé volt a fotója, a Yoda mester, a kis bébi Yoda izéből a Mandalorianból. Na és ezek voltak, nézzétek a kanyarodását? Rendes, lassítani kell vele, fékezni, nézzétek a fék távot, most nyomom a féket, figyelj. Ezek voltak az egyediken a handlingek. És nagyon megbántam azt, hogy honnan indultunk és hová lettünk. Tehát itt van féktáv az autó, nem azt, hogy megnyom az esbetűt és megáll egy hely. Valami fán meg minden, meg én elismerem amúgy azt az oldalt is támogatom, aki szerint hogy a Horizonnak pont az ismérve, hogy nálunk az autók ilyen kemények, csak már nem nagyon tesz jót a számítógépünknek az, hogy ezek az autók egyre durvábban mennek. Az enyémnek speciál biztos, hogy nem, és higgyétek el a tiéteknek sem. Senki nem játszik amúgy. Mit tudom én, ha 200 emberből szerintem, hogyha 3 játszik 1,5 millió forintos riggel itt a Horizonon. Meg így egészen, aki GTA RP-t játszik, szerintem 10-ből, ha egy embernek van 2 millió, meg 1,5 millió forintos izéje, gamer riggje. Tehát azt senki nem mondja, geci, hogy itt mindenki izé 3 millió meg 4 millió forintos gamer PC-kkel pörgeti a Five-emet, mert akinek 3 millió meg 4 millió forintos gamer PC-je van, az 4K-ba nyomja a kódot, meg ilyeneket. Nem hiszem, hogy a GTA-n pusztul fönn. Vagy legalábbis GTA azig, de nem ilyen izé... nem 0-24 ezt pörgeti, hanem új megjelenési játékokkal játszik 4K-ba, meg 8K-ba, meg ilyenekbe. Most az, hogy annak 200 FPS-e van a Horizonon, meg minden más RP-szerveren, meg Fine-szerveren, azért azt nem mondom, hogy egy követhető irány. Tehát gondoljátok bele, hogyha a League of Legendsnek olyan gépigénye lenne, meg a Valorantnak, hogy alsóan 800 forintos számítógéptől indulnának. Tehát kutya nem játszana azzal a két játékkal.
A világ összes legsikeresebb játékbrendje, ha megnézitek, World of Warcraft, League of Legends, Valorant, COD, CS:GO. Talán a COD a legnagyobb, amelyiknek a gépigénye a többihez képest, amit felsoroltam, brutális. De az összes létező játék, amit most felsoroltam nektek, a LOL, szinte elenyésző gépigénye van, tényleg egy mobiltelefonon elfut, és el is fut, mert van mobilra is. Fortnite, milyen gépigénye van annak a játéknak, tesó? Kenyérpirító. Mert egyszerűen lefele kell húzni ezeket, hogy mindenki tudjon vele játszani. Mi van még? Tényleg mondom, bazd meg, Hearthstone, az a kártyás lófasz. Love Gear, vagy Love and PC-kre van az egész csinálva. Love Endre van minden játék húzva ezektől, hogy sokan tudjanak vele játszani. Hogyha a felső 10 000-nek a PC-igényeihez húzod, arra ott vannak az új megjelenésű játékok. Dota, tudnék mondani még 500 000 sikeres brendet a világon, tudjátok, hogy mire értem. Az összes olyan játék, amit több ezeren nyomnak és felkapott game, hol van a Twitch? Hol a Twitch? Böngészés, azt mondja, hogy... Nézzük meg a játékokat a top... Valorant, gépigénye, ilyen. League of Legends, gépigénye, ilyen. Ez nem is tudom, hogy a CS2-nek milyen gépigénye van, de biztos, hogy nem a felső 10 000-re lőttek, tesó. Biztos, hogy ilyen gépigénye van annak is. Fortnite, ilyen gépigénye van. Jaj, Teamfighter 10. Ilyen gépigénye van. A COD Warzone az egyetlen, aminek effektíve van gépigénye szerintem. Az összes ilyen top játék közül, a Dota, stb. Én állítom nektek, hogy szerintem a COD Warzone, amelyiknek a legtöbb gépigénye van. Fortnite kell gép véres. Dehogy kell. Fortihoz, benyomod a performance módot, geci, és kikepelheted még 500-ra is az FPS-t. A Fortnite-hoz egyáltalán nem kell komoly PC, gyerekek. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy szerintetek a Fortinek van gépigénye. Az Unreal Engine, amin a, vagy bocsánat, ja, Unreal Engine, amin a Fortnite fut, az egyik legoptimalizáltabb engine a világon. Ez, hogyha összehasonlítjuk egy COD Warzone-nal, elenyésző a kettőnek a gépigénye. Higgyétek el, a Fortinak a gépigénye lerakott performance módba, tesó, az összes létező riggen szerintem elfut, ami van. Ha meg nem, akkor az meg már tényleg olyan gép, amin szerintem még a Tetris is laggol, vagy az Agario. Dota 2. Ezzel nem játszottam soha, de kb. Ennek a gépigényét egy ilyen League of Legends szintre raknám. Tehát elfut mindenen. World of Warcraft, na itt bajba vagyunk, World of Warcraft az... gépigényes is, meg nem. Ebben a játékban rengeteg addont használnak a játékosok, az addonok pedig zabálják a memóriát, mint a szar. Minél többet használsz, annál szarabb a teljesítményed. Illetve, hogyha bemész ezekbe a 25-20 fős rédekbe, ahol 25 player csap egy szörnyet, akkor ott nyilván ott eléggé meghúzza a gépedet. Viszont alapvetően, hogyha nem mész be ilyen réd, mert én nyilván azért tudom ezeket, mert én 100 évet vovoztam. Viszont, hogyha egyedül játszol szólóba, ez a gépnek abszolút nincsen, ennek a játéknak abszolút nincsen nagy gépigénye, hogy ezt pörgesd. Én nem tudom, ez a Kebab Chefs, ez mi a fasz. Én nem tudom, ez mit keres itt, ez a Kebab Chefs. Ez fogalmas nincs, hogy micsoda. De így ránézésre ennek se tart, milyen gépigénye lehet. Döner szimulátor. Ennek ránézésre amúgy van valamiféle gépigénye. Teamfight Tactics, a League of Legendsnek valami alvonaj, vagy valami al játéka, ez a sakkos szörnyes tudsz, sosem játszottam vele, de ennek se szerintem olyan, hogy leugyazom. De értitek, látjátok a sémát. Itt a top játékok, Valorant, League, CS2, Forti, COD Warzone, Dota, stb. Ezeknek minden olyan gépigénye van, Minecraft. Amúgy a Minecraftok amúgy esküszöm nagy gépigénye van. Ennek a Minecraftnak viszont van gépigénye azért. A Rásznak tudom, hogy nagy, de ott szerintem inkább az engine van elbaszva alatta. Hogy egyszerűen azért az a játék nem... Mondjuk azt tudom, hogy a Rásztot olyan szinten fel lehet húzni grafikailag, hogy leugyatod a bokádat. Azt tudom. Apex Legends, azt nem tudom, az hát elég, annak amúgy van. Mindegy. Azért a 100 000 fölött lévő játékok, amit most... Na, tehát amit 100 000-nél többen játszanak most azért itt a Twitch-en, ezeknek azért nincsen komoly gépigény. A Poénak van, Dead by Daylight, stb. Sons of Forest, nem tudom, ez a hülyeség, mindegy. A lényeg az, hogy azért a sémát értitek. Na most
És akkor itt kapcsolódnék vissza arra, hogy ugye... hát ja, egyszerűen optimalizálni kell az egészet, mert mindenki Love and Rig-gel játszik általában. Mindenki az utolsó pillanatban upgrade-el. Ennyi. Szerinted mennyivel lenne több FPS-ünk, ha lejjebb veszük a handlingeket? Nem tudom megmondani. Én csak azt tudom nektek mondani, hogy ha régi időkben indultok ki, régen sokkal több FPS-ünk volt. A handlingek pedig egy adott tím alatt szálltak el igazából, de mindenkinek benne volt a kezdve, hogy ezek elrepültek, az enyém is. Az én handling tímem alatt tudom, hogy milyen feature került be, amivel nagyot hibáztunk, az pedig az, hogy a gravitációt levettük az autókról a downforce-ra. Tehát, hogy ez effektíve nem létezik már, ez az ugratás. Ezt mi basztuk el? Én basztam el, mert nem gondoltuk, hogy ez ennyire el fog kanászodni. Tehát jelenleg, ha ezt beviszem a városba, ez az autó nem fog elrepülni az útról. És ez meta lett. Ez meta lett. Megmutatom, mire gondolok. Mutatom nektek a kocsi drive force-al, vagy drum force-al, és anélkül. Én erre gondolok, hogy itt ebbe benne van a kezem, teljes mértékben vállalom érte a felelősséget. Már nem így csinálnám, de akkor egyszerűen megoldásnak tűnt a súly problémára. Látjátok, hogy nem repül el az autó, nincs gravitáció az autón. Ezt hívják leszorító erőnek. Visszafele se fog elrepülni az autó. Leszorítja, lenyomja a modellt egy külső energia, amit egy metában szabályozza. Na most leveszem róla a downforce, és nézzétek meg milyen tüneteket fog produkálni. Ugye, most nincs rajta leszorító elő. Mert ez a Firebird az akkor sem jól repül el. Aha, ja, visszavonom. Kifordulsz, patkáról elrepülsz, minden. Ezek a régi ezek a fizikai hatások, ezek ugye nem voltak, vagy voltak, és ugye ezek lettek levéve ugye a downforce-szal. Hogy nem tudsz, most úgy tudsz vezetni, mint egy őrült, mert ugye a downforce manéka lenyomja a kocsidat a földre. Hogyha neki mész egy patkának, vagy ilyeneknek, nem fog elrepülni az autó. Csaki, üdvözöllek. És ezt annól mi raktuk rá, ez hiba volt. De a nagy gyorsítások ideje az nem alattunk kezdődött el. Nálunk lett megállítva a jó reg 1.6-os drive force-os időszakba. Aztán lett megcsinálva ugye ez az alapséma. Ami alapján... Hát Sumi... A Sumiéknál is nagyon gyorsak lettek az autók, de szerintem amúgy minden handlinger, aki itt dolgozott, benne volt ennek a keze. Ezt már visszacsinálni nem lehet, csak javítani rajta, hogy olyan legyen, mint régen. Régen azért mondom ő. Volt FPS-e. Ki kezdte el? Mindenki elkezdte, Sadi, ez a játékosoktól kezdve mindenki akarta ezt. Egy ember vett egy egyedit, eleve azt is, amúgy én ezt... Képzeljétek el, hogy az egyedik is anno úgy indultak, leveszem a hangot, hogy értsük, az egyedi autók ezen a szerven egy olyan koncepcióval indultak, hogy nem lettek volna ilyen durvák. Ezt annó mesélte még nekem a Benya, meg még a Panda talán, még annak idején nagyon régen. Az egyedi autók itt a Horizonon, most ezt régebbi játékosok tudják, Max, akik itt voltak, nem, én nem voltam itt nyilván a nyitástán, sőt, sehol se voltam még. Nagyba öltem az Instába a bosszokat a WoW-ba. Ezek állítólag eredetek úgy indultak, hogy egyedi külsői autók, nem pedig egyedi handlinggel rendelkező autók. Tehát, hogy szép felnék, szépen néz ki, nincs benne a PP shopban, de maga a handling nem terveződött arra, hogy a legbrokenebb lesz az egész városban. Ezt nekem annó azt mondták, hogy ez eredetileg így indult. Aztán utána elkanászodott az egész dolog, egyre többen akartak egyedit, egyre jobban idegesített őket, hogy az autójuk nem jobb, amire nyilván, hogyha belegondolt, hogy nyilván 35 000 forint, vagy most akkor nem tudom, mennyit kértek el érte. Ennyi. Nem lenne értesége. Az meg nem rajtunk múlik, hogy előről kezdjék a szervert. Ennek a szervernek van két tulajdonosa, ez rajtuk múlik. Én elmondtam már erről az álláspontomat, és ti is ugyanezt mondanátok, hogyha tiétek lenne ez a buli, ez a ti vállalkozásotok lenne, vagy ez a ti bizniszetek lenne,
egy működő biznisz alól nem fogod kihúzni a szőnyeget azért, hogy valamire egy tanára föltegyél valamit. Az, hogyha leállítjuk a szervert, az már egy nappal kurva sok veszteség lenne, nem csak pénzügyileg, hanem egyszerűen elmennének máshova az emberek játszani. Ez egy olyan rizikófaktor, amit épesző ember nem vállalna be, hogyha van egy normálisan működő szervere már. Most az, hogyha egy 30-20 fős piszticsári garázs szerver bevállalja azt, hogy leállnak egy hónapra és újraindul az nekik, most nem akarok senkit basztatni, de az nem egy nagy veszteség nekik, hogyha leállítják egy hétre a szervert, ugyanaz a 20 ember játszik majd rajta, esetleg bevonsz többet, de itt a Horizonról most itt lehet itt izéket mondani, hogy most a Revolution, a nagy király, meg az összes többi szerver, de azért a Horizon az egy, azért ott van a top magyar szerverek között, nem csak 150-200 emberrel szoktuk játszogatni, vannak hónapok, amikor kurvára kilövünk, és 200 fölött vagyunk napközben is, meg mindig. Ez nem egy olyan elenyésző dolog, amire azt mondod, hogy akkor most én fölmegyek, bazdeg, és akkor csináljunk csodát, lőjük le a szervert egy hétre, csináljuk újra, és akkor itt izé happy end, meg minden. A fasz, nem lőnéd le, mert hülye lennél ilyet. Miért csinálnál ilyet? Ez egy működő dolog, most miért akarsz beleszarni? Ennyi. FPS miány ment, amúgy igen, amúgy az FPS dolog az már engem is zavar, azért akarok tenni ellene, mert az FPS dolog már olyan szinten el... Hogy mondjam ezt, geci? Nagyon játszatlan már nekem. Tehát... Technika, nem azért van lehúzva ilyen ocsvány a grafika, mert én ezt akarom, hanem egyszerűen tudom, hogy nem bírja el már, mert olyan gyorsan kell renderelnie mindent, és nem akarom mindig a gépemet utána húzni. Eleve a proci upgrade-em is, hogy vettem egy 200 forintos processzort, vagy mennyi volt. A fő indoka az volt, hogy nem volt FPS-en már 1080p-be, csak hogyha OBS-en streameltem. És az OBS az egy nagyon butított Streamlabs. Az OBS egy kurva jó program, hogyha budget game, vagy budget stream PC-d van, meg amúgy sem, nem is az, hogy csak budget. A lényeg az, hogy mondjuk az OBS foglaljon, mondjuk használjon mondjuk 5-öt, a számítógép teljesítményéből a Streamlabs-ek használjon 15-öt, és akkor ugye rá vagy kényszerítve, hogy 1080p-be kell streamelni, például a Jokernek is ezt ajánlanám, hogy azt a bit sebességet állítsa, mert én amikor ránézek a Joker streamre, én 33 másodperc után megvakulok, mert a 480p-be megy a stream, hogyha elindul a kocsival. Tehát ezt nem lehet csinálni, erre utána kell húznod ugye a riggedet, de hogyha a Seru, ami játszó, ugye lefogja, még plusz ad is rá, ezt nem lehet mindig upgrade-elni a PC-t valamiért, ami nem úgy lehet változtatni, és innen jött az, hogy akkor a handlingek effektíve itt mindennek a forrása az autómodellek, minden szerveren rengeteg autómodell van, mindenki szereti az autókat, talán ezekben a GTA-kban az egyetlen egy olyan dolog, ugye a WoW-ban, meg az ilyen MMORPG-kben, hogy mi ezt tudja masolítani, Valorantban, mindenki ugye egy célért játszik ezekben a játékokban. A GTA-ban inkább ugye a társaságért játszol, jó emberek vannak benne, community-k vannak, ugye baráti társaságok vannak, összehaverkodsz emberekkel, játszogatsz velük, stb. Mással is játszatok, itt ismerkedtek meg. Ez is egy itt tartó erő, de ugye a legfontosabb dolog, amit tudsz gyűjteni ezekben a játékokban, legalábbis maga ebben a GTA RP-ben, az egyetlen egy kézzel fogható dolog, amit tudsz gyűjteni, ami ténylegesen csak a tied, ugye a karaktered itt nem lép szinteket, legalábbis úgy abban a formában, mint egy MMORPG-ben vagy a League of Legends-ben, tehát nem fogsz itt úgy képességekkel varázsolni a... Tudsz varázsolni, csak az mod menü kell, de effektíve azt nem tudod elérni, hogy itt varázsolgassál a karaktereddel, meg leégessed emberek haját, meg ilyenek. Egyetlen egy dolgot tudsz gyűjteni effektíve, és azok az autók. Fegyverek, drogok, de az autó, az ami itt mindenkinek a legkézzel foghatóbb dolog. Az autókat mindenki szereti, aki GTA 5-et játszik, szerintem nincs ember, aki... Biztos a csajok max, akik leszarják ezeket az autókat, ha mondjuk csajok játszanak GTA-val, de szerintem még ők se nagyon. És ez az egyetlen egy ilyen dolog, amit tudsz gyűjteni egy ilyen GTA-ban, és ugye ezek építik fel a szerverek, jelentős százalékát az autó modellek, stb. Na most, ha egy ilyen elszáll és elburjázik, akkor ennek vannak performance árai, jelenleg ez. Most nem fogom senkinek se normálisan emlélni soha, hogy miért lenne, mert az a baj, hogy nem értik meg, hogy miért lenne jobb az, hogyha az autók lassabban gyorsulnának. Ennyi, most tartottam előre egy kis előadást, aztán vagy átmegy, vagy nem, az már nem rajtam múlik. A nerfeket meg el fogom kezdeni, aztán majd eldől, hogy lesz, csak valahogy kéne valami rendszert aláhozni, hogy most
ne 3 hónapba teljen ezeket az autókat egyesével belövöldöznöm. Ennyi. Részemről mára eleget lelkiztünk. Holnap folyt köv, gyerekek. Visszanyomom a zenét. Az is volt tervben egyszer, hogy azt fogjuk csinálni, hogy minden hónap után 0,5-tel lehúzzuk a drive force fokot azosan a kocsikról, és ugye akkor ne érzékeljenek semmit belőle a játékosok, és mindenki visszaszokjon. De az meg túl kevés, és túl sok időbe telne. Mert az, hogy minden nap egyesével lenyomogatni ezeket a szarokat és állítgatni, hát a faszom se fogja, ne arra budjatok, geci. Nem. Nem fogja senki ezt 0,5-ösével állandóan végigcsinálni egyesével, mert ilyen feje lenne, mire végezne. És ezt csak egyszer kéne megcsinálni. Rizikós. Rizikósnak az, mert ezt régen is mondtam, mikor nyáron nagyon mentek a szerón a dolgok. Mikor nagyon mentek nyáron a szerón a dolgok, akkor nem merte ezt senki megcsinálni. Igaz? Igaz? Életem szerelme. Legnagyobb vásárom. Ne afkoljál! Várjál, levette a némit. Halló! Halló! Szeretnéd, hogy visszalegyenek véve a handlingek? Igen. Mennyire durván? Nagyon durván? Nagyon. És ez csak egy ember most, srácok. Jó, nem az annyira durván, hát ami annó volt terve ez a... az a Pikachu-s kocsi történet. Erről a múltkori modder támadásos dologról amúgy az a baj, hogy nem nyilatkozhatok, mert zárlat van, embargó van. És az AC-ról se tudok semmit, gyerekek. Hallasz egy amúgy? Igen, igen, itt vagy. Igen, igen. Csak ez kommunikálok még másokkal is. Oké. Azt tudom, és nem tudtam, hogy hallasz-e. Ne hallak, hallak. Várj, nem imítom magam, ne zavarjalak. Ennyi. Az új AC-ról nem tudok mit mondani, és ja. Kéne csinálnom majd valamelyik nap egy ilyen Horizon fogadó órás Q&A-t. Ezt, amúgy ezt Oliver írja most az igazat, amit én se értem, geci. Hogy mi az, ami egy embernek tetszik, hogy ez az autó irányíthatatlanul gyors? Nem értem. Miért jó? Nem tudod irányítani az autót olyan gyors. És... nem értem, tesó. I don't know who I am. Az, hogy ellaggolsz 20 FPS-sel a Human Labs-ig, az nem gameplay egy ilyen Xeron. Vagy egy ilyen 5M szerveren, szerintem. Van akinek az. De az meg legyen már annyira elenyésző többség, hogy ne kelljen velük foglalkozni. Most fáj kibondani, de ja, most az, hogy valaki 25 FPS-sel neki az a gameplay, hogy a Human Labs-e pusztuljon 2 hamburgerrel és egy törött Tech 9-el, ne neki balanszoljuk már a játékot, hogy ő elérjen gyorsabb 15 másodperc alatt, egy autó valami olyan gyors gec, hogy nem látja az autót betöltve. Mert mire elér a Human Labs-e, kikeressel a számítógépe 4-szer, mert 20 FPS-sel megy, de legyen gyors az autója, mert ő szereti. Hát, tesó, engedjük el. És legyünk ezek a macskák, és legyünk tökösek, és menjünk fejjel bele ebbe az újításba. Én átviszem, vagy hát beszélek a Somával vele, aztán eldől, hogy mit szeretne. Ennyi. Mert ugye nyilván erre rá kell mondani egy áment a szerver tulajdonosoknak is, mert ez egy olyan aspektus a játéknak, ami nálunk az egyik ismérve a szervernek. Ugye a gyors autó hennénk. Kikerülnek, szeretném Áron, szeretném, és köszönöm szépen a followot. Na jó, van, ami engem illet, viszont én megyek már a gyerekek. Nektek kitartást kívánok holnapra, péntekre. Kis péntek ezzel lezárul. Véres, te játszol más RP-szeron? Szoktam amúgy. Tegnap például Reven voltam, úgyhogy szoktam bőven, aha. Ennyi. Úgyhogy...
srácok, talizunk holnap 19 órakor, és köszönöm szépen. Adeli, megcsináltad, amit igen, amúgy. Csak meg akartam mutatni nektek, hogy valami fogalmunk legyen, hogy mit tervezünk. Amikor holnap fellövöm ugyanígy, és az emberek kérdést fogják a cseten, akkor kell a segítségetek, hogy ezeknek válaszoljatok, mert egyesével nem fog tudni mindenkinek állandóan válaszolni, mert ki fog durranni a farkam. Úgyhogy majd írjátok meg nekik, hogy miről lesz szó. Igazából az a lényeg, hogy terjesszétek azt az igét, hogy az autók nem lesznek szarabbak, csak egyszerűen mindenkinek érdekel, hogy ezek az autók lassabban menjenek, hogy több legyen az FPS, jobban legyen optimalizálva az egész. Ez mindenkinek az érdeke, aki ezen a szervon szeretne játszani, hogy valamit az FPS-ből kisajtoljunk, mert nem járja az, hogy 900 poligon számú autók hasítanak 300-zal másodpercenként, hogy ledurranjanak a számítógépek. Mert hozzájárul ahhoz, hogy kevés az FPS mindenkinél. Ez el kell fogadni, ez egy tény. Úgyhogy ezt hírezteljétek. És megmutattam nektek most itt a száraz tényeket. Én megmutattam nektek az FPS hitet is rá, csak nem tudom demonstrálni így. Úgyhogy pusztikállak titeket, jó éjszakát. Köszönöm szépen a biteket, szubokat, donációkat, followokat és a megtisztelő drága figyelmeteket ma is. És találkozunk holnap 19 órakor. Hol van a izé screen? Ja, meg valószínűleg a héten kell nyomnunk. Most lesz egy hétig szponzor, vagy többig, amíg elvállalom, a World of Warships-et fogjuk promózni. Hát ja, gyert, töltsétek le, mert megyünk World of Warships-ezni. Úgyhogy lövöldözünk hajókat. Azzal a pár emberrel, aki jön velem lövöldözni hajókat. Na jó van, jó.